azok kedvéért csak, akik múlt héten ugye megkezdtük ezt a bibliai családról szóló tanítást, és ahogy elmondtam múlt héten a tartalom jegyzéket, ez nem egy ilyen két-három alkalmas lesz. Szia, Jani! Nem egy ilyen két-három alkalmas lesz, mert hogy összeírtam így a témákat, a tartalom jegyzéket, amiből készültem, hát ez egy körülbelül egy 7-8 alkalom lesz, úgyhogy most mindig hirdetni fogom, ahogy most is, hogy nem mindig két hetente lesz, hanem lehet, hogy hetente. És ugye múlt héten eljutottunk odáig, hogy néhány szót szóltam, hogy mi is az a család, és a családot abból a szempontból néztük meg, hogy a család az olyan, mint egy utazás, ahol az emberek össze vannak zárva egy autóba, és a családnak van egy olyan tulajdonság, amikor jól érezzük magunkat az utazás során, remélem ez a bibliai család. Nem azért, mert nincsenek nehézségek, mert ugye az utazás során elfogy a benzin, tankolni kell, meg kell állni WC-re, stb. Tehát ott is vannak nehézségek. És van egy olyan helyzet is a családban, ami már inkább hasonlít a kényszerközösségre, amikor nem érzik magukat a benne levők jól a családban. Most mindegy, hogy melyik fél. Ugye láttuk, hogy a családban benne vannak szülők, gyerekek, férj, feleség, ezeket is megnéztük. És ugye a Róma 12-t olvastam fel, Róma levél 12, sokat vagyok romák között, és ja, rám szólnak, hogy ne cigányozzak, hanem romázzak, de a romák, cigányok meg haragszanak a romázok, úgyhogy nagyon bonyolult ezt eldönteni. Ugye megnéztük, hogy a bibliai család létrejöttéhez egy hármas döntésre van szükség, oda kell adni az életünket Istennek, az utazóknak. Akkor működik ez az utazás, ha az utazásban résztvevők odaadták az életüket az Istennek. Az igazság nem a világhoz, tehát nem a világhoz, a világ értékrendjéhez és erkölcséhez igazítják magukat az utazásban résztvevők, hanem az igéhez, ez egy nagyon fontos, az igazsághoz. És a harmadik, amit a Róma levélben mond Pál, hogy készek, annak ellenére, hogy az árral szembeni cselekedet sokszor készek a család tagjai, résztvevői másképp gondolkodni és megújulni ebben a gondolkodásmódban. Azt gondolom, hogy ennél, majd meglátjátok a mai részt is, amit át szeretnék venni veletek, ennélkül, a három nélkül, ez a három végig kíséri egy áldott bibliai családnak az életét. Ugye, ha a családon belül valakik, ugye ismerjük már ezt a szituációt, hogy vannak, akik átadják az életüket, és most én nem arról beszélek, hogy ki jár gyülekezetbe. Szeretném mondani, hogy ha valaki átadja az életét, az nem azt jelenti, hogy akkor az ott át az életet, aki jár gyülekezetbe. Tehát nincs a kettő között összefüggés. Épp a pár szót váltottunk az elején, az, hogy átadja az életét, az nem abból nyilvánul meg, hogy jár egy gyülekezetbe vagy nem, hanem hogy vannak-e gyümölcsei az életének, vagy nincsenek. Tehát ez nagyon egyszerű. Jézus nem azt mondta, hogy meglátjátok, hogy aki átadta az életét az Úrnak, az jár gyülekezetbe, hanem Jézus határozott volt ebben, gyümölcsöt terem, vagy nem terem, pont. És ezzel le is zárta ezt a bonyolult teológiai vitát. És ezért ez a döntés, ez egy nagyon fontos az életünknek az átadása. Általában a bonyodalmakat azt szokta okozni egy családon belül, akkor válik az utazás nem kiegyensúlyozottá, hogyha valaki az életével mást tervez. Ugye most bibliai családról beszélünk, ezt szerettem volna elmondani, jó, hogy de ti is tudjátok a címet, nem családról beszélek, hanem bibliai családról, nagyon fontos a téma. A másik ugye ez az igazsághoz és a világ értékrendjéhez való igazodás vagy nem igazodás, ez egy fontos kérdés. Ez is nagyon befolyásolja egy család életét. Ugye nem véletlenül a felemás igásokról Pál apostol beszél, és azt mondja a felemás igákban lévőkről, ugye mondja, amit mond, hogy maradjanak együtt, példamutató magatartása, stb. De azért azt is kifejezi a Pál apostol, hogy ez nem egy egyszerű műfaj. A felemás iga, mert ugye a szekeret két felé húzzák a jelenlévők, tehát ez nem egy olyan ipar a felemás iga, ami olyan boldogság, és ami, hanem ez egy kőkemény szenvedés, egy kőkemény harc, egy kőkemény küzdelem, és ezért ugye nem szoktunk erről olyan részletesen beszélni, de azért azt is mondja Pál apostol, és ez az iga azért nagyon ide illik, hogy mi köze van a hívőnek a hitetlenhez. Tehát azért ez is egy fontos kérdés, és ezt nem szemrehányásképpen mondja, csak nehéz összeegyeztetni egy családi életet. És hát ugye így 30 év szolgálati tapasztalat után, talán még ez a 6000 éves történelemhez nem sok, de engedjétek meg, hogy azért 30 év után egy pár véleményem hogy legyen, vagy látásom hogy legyen erről, de azt látom, hogy a felemás igában lévők
nagyon nehezen haladnak és jutnak egyről a kettőre. És a felemásig alatt még egyszer lehet úgy is felemásigában az ember, hogy elméletileg mind a kettő keresztény. Nem attól függ a felemásiga, hogy deklaráljuk-e, vagy beírjuk-e a naplóba, hogy keresztényem vagy nem. Hanem lehet olyan felemásiga is, csak mondom, erről is kevesebbről beszélünk, hogy mind a kettő kereszténynek mondja magát, és mégis az egyik nem azt az életmódot folytatja. A harmadik pedig ugye, és ez is nagyon fontos, hogy egy családban, egy bibliai családban mindig fontos a gondolkodásmódnak a megújítása és az Isten gondolkodásmódjához való igazodás. Ez néha azért, ez azért okoz néha akadályt, mert a családot néha, a családdal együtt utazókat, a családtagjait az Isten bizony a gondolkodásmód megváltoztatása, az nem megy egyik napról a másikra. Az egy kőkemény akarat, odaszánás, figyelem. Ugye, ahogy mondtam nektek a hétvégi tanításban, és ezt Isten mutatta ezt a képet, és nagyon erősen megjelent bennem, hogy az az ajtó, amin Jézus kopogtat, azon csak belülről van kilincs. És ezt azért fontos tudni, mert nem fogja senki lenyitni helyettünk. Tehát nincs az a fajta kereszténység, az a fajta hívő élet, hogy majd az Isten elintéz mindent. Az Isten akkor kezd el intézkedni, hogyha kilincs le van nyomva. És ugye a szabad akaratot is innen lehet megérteni, hogy nem nyitja le a kilincset. Tiszteletben tartja. Az árt ajtó mögött zörget. Viszont ahogy megnyittatik, tudja, hogy mit kell beengedjen. És azt látom a mai hívői világban, hívő életben ezt látom, hogy azt gondolják az emberek, hogy nincs ajtó. És csak egy ilyen barlang van, és szabad átjárás van. Nem. Sajnos ott van az a kőkemény ajtó, amit mindig meg kell nyitni. Meg kell nyitni a gondolkodásmódunkban, az életünkben, a döntéseinkben. Ezekben mind gondolkodnunk kell. Jó, és akkor megnéztük azt még, hogy a múlt héten azzal mentem végig az itt lévőkkel, hogy milyen családmodellek vannak. Ugye megnéztük, hogy a család az egy olyan szervezet, ami a gyerekek és a szülők lelki és szellemi fejlődésének a közege. Tehát a család az nem egy együttélés csak, hanem a gyerekek és a szülők lelki és szellemi fejlődésének a közege. Többször elhangzott már az én számból ez, de komolyan is gondolom, ellentétben mindazokkal, akik esetleg mást állítanak, és határozottan állítom, hogy a család az egyes számú gyülekezet. Tehát ebben nekem nem változott, és egyre határozottabb a véleményem, hogy a család az egyes számú gyülekezet. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A család, és bibliai családról beszélek, tehát az mit jelent? Az, hogy a családban gyakorlatilag megélem az Istennel való közösséget. Tartok istentiszteletet, dicsérem az Urat, úrvacsorázok, és még sorolhatnám reggelig. Minden megtörténik a családban, aminek meg kell történnie az istentiszteleten. És ami nem történik meg az istentiszteleten, az nem történik meg a családban. Az istentisztelet, a gyülekezet, az a családokra, az egyénekre épül, és arra épül, hogy ki mit él meg az Istennel való közösségből. Ez egy nagyon fontos dolog. És ugye ezt néztük meg, hogy a gyerekek és a szülők lelki-szellemi fejlődésének a közege, és még egy fontos, hogy a családnak alkalmas környezetet kell biztosítania arra, hogy a tagjai ki tudjanak bontakozni az Isten felé, a bibliai családnak. Tehát ez egy elengedhetetlen. A családnak nagyon nagy szerepe van, csak gondoljatok bele, a Biblia, az Ószövetség, az, hogy ma még ortodox zsidók, most ne elemezzük ezt vallásilag, de az, hogy ma még ortodox zsidók hajlonganak és beöltöznek, az annak köszönhető, hogy az apák komolyan vették azt, és most megint ne elemezzük, hogy mit tanítottak, de azt komolyan vették, hogy a fiaitokat tanítsátok meg az igére. Ezt teljesen komolyan vették. Ezt a mai napig, ezt 4000 éve komolyan veszik. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ebben, és egy ilyen közegnek kell lennie a családnak. És csak még pár mondatban megnéztük, hogy milyen családmodellek vannak, ugye ezen mentem múlt héten végig. Megnéztük, hogy van a diktatórikus családmodell, ahol az egyik családtag azt hiszi, hogy a többi családtag érte van. Ez működik, ez a családmodell. Az azt jelenti, hogy a család többi tagja az azért van, hogy őt kiszolgálja, ne zavarják, ellássák, tiszteljék, és még sorolhatnám tovább. Tehát ez azért veszélyes, ugye, mert például a gyerekek fejlődésében, szellemi életében két lehetőség alakul ki ilyenkor. Az egyik az, hogy vagy ők is zsarnokok lesznek, mert ezt tanulták, és amikor felnőtt korba lépnek, akkor ő is ugyanezt gyakorolja a társával, gyerekeivel. A másik pedig az lehet még belőlük, hogy egy visszahúzódó félénk emberek lesznek, mert szét van zúzva a személyiségük. Akkor megnéztük ugye a másik családmodellt, az anyakirálynőst, ugye én adtam neki ilyen furcsa neveket, ugye az anyakirálynős az azt jelenti, a nevéből adódik, hogy mit jelent. Az anyakirálynő az azt jelenti, ugye, hogy az anya irányít mindent. A
konyhából. De mindent. Tehát ki mit eszik, ki mit csinál, ki hová megy, ki mit, miért, hogyan. Tehát tudom, hogy ismeritek ezt a modellt. Tehát ez nem egy olyan, csak azért vázoltam föl, hogy ezek, és ugye a múlt héten a legvégén megnéztük, hogy milyen a bibliai, csak azért vázoltam föl, hogy ezek nem bibliai családmodellek, az anyakirálynőse. Ugye ő az anyakirálynősben egy a rossz még, hogy ő tudja, hogy kinek mire van szüksége. És az a baj, hogy ez eljön a gyerekek életébe, például az időszak, amikor ezt a gyerekek abszolút nem fogadják el, mert tudják, hogy mire van szükségük. Ők legalábbis úgy gondolják, tehát ott már csak terelés megy. De az anya királynős is egy nagyon veszélyes dolog. Általában itt az apa, a másik szereplő, az infantilissé válik, mert ugye igazán feloldódik a szerepe a történetben. És a infantilis lesz az, mikor mit tudom, mindenki harcba megy, akkor horgászni megy, stb. Tehát nem nagyon tudja a színekkel foglalkozni, mert igazán nem kell. Az az apa, aki nem tudja, hogy hol az alsógatyája, mit tudom én, a konyhában nem talál meg semmit, nem kell semmit csináljon, mert mindent az anya királynő elvégez helyette. A gyerekek fejlődése pedig megtörik, és igazániból ezzel a fajta módszer az a baj, hogy nem látnak se igazi férfit, se igazi nőt. Ez a legnagyobb probléma, és ugye a gyerekeknél ez nagyon fontos. Akkor van az egyenlősdi család, ezt néztük még meg, a cipekedőset néztük még. Itt ugye itt a múlt héten mondtam, hogy az anyakirálynős után, hogy a hölgyek nagy megsértődjenek, mindjárt jött a másik, a cipekedős családmodell, ahol az anya nem anyakirálynő, hanem rabszolga. Tehát ez is egy ismert családmodell, ahol mindenki otthon nézi a tévét, ül, az anya megjön a munkából 8-12 óra után, ő hozza a cuccot, utána neki áll főzni, utána megkeres, megkérdezett, hogy hogy érzi magát, akkor azt mondja, hogy borzalmas. És nem csinál, semmit tudja, hogy eddig csinált, és a legszívesebben mindenkit leegeresztene az erkéről, mert egyszer elke van ebből az egészből, és ez így megy hétvégén, hétközben, reggel, délben, este, ünnepnapokkor, mindenkor. Tehát ugye ez a rabszolga, amikor mindenki üvöltözik és kiáll, hogy anya gyere, hozzad, ott ül mindenki a hűtőtől 3 méterre, de az anya ugrik fel, az anya hozza, az anya szalad, az anya megy, az anya jön, stb. Az anya mosogat, már mindenki tévét néz, az anya még mindig mosogat, még mindig főz, még mindig takarít, és a család többi tagja pedig ezt végignézi. Ugye itt ez is egy nagyon veszélyes, a gyerekek nem találnak modellt, rendszert, felelősségvállalást, és utána általában az ilyen család, például, ha már én megemlítem, ugye a cigányságban ez nagyon jellemző, a cipekedős változat, amikor a nő egy rabszolga, tehát a férfinek minden szabad, a nő pedig egy rabszolga, és ugye az a helyzet, hogy látom ugye ezek a srácok, akiket itt láttok jó párat, majd most jövő héten egy másik turnus jön, mert ugye nem elég csak beszélni nekik az igéről, hanem át kell őket hozzam, és tanítani is kell őket a gyakorlati életre, például dolgozni, viselkedni, fürdeni, vécére menni, és még egy csomó dologra. És őnáluk például lehet látni, amikor esténként vagy amikor tudok velük beszélgetni, hogy ez abszolút, hogy 18-20 éves korukban, amikor megházasodnak, akkor abban a pillanatban az első teendő, amit tud csinálni a feleségére, hogy ugráltatja. De ezt hozza, ezt látta az apjától, a nagyanyától, tehát a cipekedős veszély az egy nagyon, nagyon, nagyon veszélyes. Aztán megnéztük az egyenlősdit, ugye az egyenlősdi az azt jelentette, hogy mindenki király és mindenki alkalmazott egyben. Épp milyen korszakát éri a család, valamikor mindenki király, valamikor alkalmazott. Ugye ennek az a veszélye ennek, hogy mindenkinek joga van, mindenki önálló és joga van a másiktól független életre. Szeretném elmondani, hogy ez a családban nem lehetséges. Tehát nincsen jogom a másiktól független életre a családban, hanem ahhoz van jogom. Van jogom az életre, de egyeztetve a családdal, amíg egy fedél alatt élek. Ugye ezért mondja, hogy amikor megházasodik az ember, akkor elhagyja apját és anyját, az nem azt jelenti, hogy soha nem áll velük többet szóba, ezt karizmatikusék nagyon félreértelmezték annak idején, ebből volt rengeteg probléma, hogy 8-10-15 évig nem mentek haza, nem hívták fel a szülőket, mert a családi démon akkor leuralja az életét. Ez hiba volt, én azt gondolom, és talán ma már ezt tudja mindenki, hogy hiba volt, főleg akiknek úgy költözött el a szülője ebből a földi életből, hogy ezt nem rendezte ezt a kapcsolatot, hanem éppen a nem megyek haza, mert démon van rajtad fázisban volt. Ez egy nagy tragédia különben, mert ez egy mulasztás, amit már nem tudok pótolni, csak az Isten kegyelmére tudom bízni, vagy irgalmára, hogy lesz ennek következménye, vagy nem lesz. De ezért nem lehet, hogy mindenki önálló, hogy ez az a család, ahol független gondolatok, független döntések vannak, és az egyik az ide megy nyaralni, a másik oda megy, a harmadik, de játsszuk az egyenlősdi, tehát ilyen nincs ilyen lehetőség egy bibliai családban, a bibliai családban egység van.
Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ugye itt az történik, ennek az a veszélye, hogy itt a családtagjai azt tanultják meg, hogy úgy is lehet élni egy családban, nem törődöm a másikkal. És van is ilyen. Ez a családmodell is létezik, ugye ezekkel a modern nevelési elvekkel, amikor azt mondjuk, hogy a gyerek majd kifejlődik magától. Bocsánat a szóhasználatért, de és akkor kiderül, hogy általános iskolára olyan hülye gyereket neveltek, hogy nem lehet helyrehozni. Tehát sajnos ez a tapasztalat. Tehát ez a tapasztalat. És ezért ez az egyenlősdi se működik, mert ezt tanulják meg a gyerekek, nem kapnak. Az egyenlősdibe nincsen egyértelmű útbaigazítás, nincs látás, nincs döntéshozatal. Mert mindenki dönt a saját maga életéről. Nincs ilyen. Az egyik plurós tésztát akar enni, a másik mákosat, a harmadik sertéspörköltet, a negyedik meg bőjtől. És akkor ebből csinálja egységet. De nem lehet belőle egységet csinálni. Az ötödiket megnéztük, az a veszekedős. Ugye az arról szól, hogy gyakorlatilag mindenki magányos a családban, és ezt a magányokat úgy fejezi ki, hogy ahogy meglátják egymást, ahogy érintkeznek egymással. Akár testvér a testvére, akár az apa az anyával, akár apa a gyerekkel, abban a pillanatban kirobban egy veszekedés. Biztos hallottatok már ilyenről, hogy igazándiból a két fél nem tud egymásra, nem telik el úgy nap, hogy ne vesszenek össze. Ez egy nagyon elviselhetetlen a veszekedős, és ettől mindenki szenved, és ugye a gyerekeknek a legnagyobb traumát okozza, hogy mindegyik, mondjuk ha a szülők a veszekedősek, mindegyik szülő külön-külön megerősítő, hogy nagyon szereti a gyereket, és a gyerekek meg vannak hasonló, hogy akkor hogy lehet, hogy tudtok meg minket úgy szeretni külön-külön, hogy egymást meg nem vesztek figyelembe. Tehát ez nagyon sok bizonytalanságot okoz a gyerekekben. Akkor az elszigeteltet néztük meg, az elszigetelt családmodellt. Ugye ez egy álomvilág, mindenki a saját világot hoz létre maga körül, és igazániból nincs közük egymáshoz. És ez egy olyan családmodell, amiben úgy fogalmaztam múlt héten, hogy lakásom van mindenkinek, de otthona nincsen. Tehát ez az érzés, amikor hazamennek és megszállnak a saját lakásukba, de nem érzik otthonuknak. Tehát egészen más, hogy egy lakásra megyek, vagy egészen más, hogy hazamegyek. A kettő között óriási különbség van. Ugye a hetedik, amit megnéztünk, a csonka család. Itt ugye ezt nem akarom részletezni újra, hogy mit jelent, nagyon szépen részletesen végignéztük ezt. Ugye itt az történik, hogy amikor az emberek összeházasodnak, akkor az, amit döntenek, hogy gyereket vállalnak, családot alapítanak, az egy ilyen érzelmi felindulás, és utána ebből az érzelmi felindulásból ebből a terheket már nem bírják elviselni, és akkor valamelyik fél kiugrik. Amikor megjelennek a terhek, valamelyik fél kiugrik ebből. Most ennek én nem akarom újra elmondani, múlt héten elmondtam, majd föl lesz az egész sorozata, meg vissza tudjátok hallgatni, akik csak így úgy tudtok bekapcsolódni, de a csonka család ma egy olyan világviszonylatú probléma, aminek, testvérek, még belát, most nől még föl az a generáció, aminek beláthatatlan következményei lesznek. Főleg a második, harmadik generációnál. Tehát ennek még fel se tudjuk mérni, hogy melyik lesz a nagyobb kár majd az, hogy kevés lesz az ivóvíz, több lesz a napsütés, vagy hogy a csonka családoknak a következményei. Tehát ezt fel se tudjuk most mérni, hogy ez milyen károkat okoz a gyerekekben, az iskolákban. Ha bementek egy osztályba, egy általános iskolába, 60-70%-a csonka család. Találomra, nem kell különös, hogy A, B, C, D, meg keresni, találomra, bármelyik iskolába. Én végeztem ilyen közvéleménykutatást. A nyolcadik volt ugye a nagyszülős modell. Ez is egy érdekes dolog, amikor az aranyos nagyi mindent megtesz a fiatalokért. És jön, megy, meg van róla győződve, hogy nélküle nem mennek semmire. Elnézést a nagymamától, de megmagyarul, még ha igaz, akkor sem jó ez a modell. Azt jelenti, hogy ez úgy kezdődik, hogy ő ad pénzt az esküvőre, a lakásra, az autóra, stb. Ezért ugye kialakul egy elég erőteljes függőség, mert aki fizet, az pofázik, ez régi törvény, és ilyen profánul fogalmaztam, mert ez így érthető. És ugye ez azt jelenti, hogy itt következő történik, itt egy nagy baj történik, ennek a legnagyobb baj nem a mami, hogy jó lelkűsége, vagy visszaél a mami vele, nem ez a legnagyobb baj, ez a legnagyobb baj az, hogy elmarad egy generációnak, illetve kettőnek a szülőktől független önálló élete. Ez a legnagyobb baj vele. Tehát ezért ezek a, bocsánat, hogy senkit nem akarok megsérteni, mert ha nektek jól esik, csináljátok, de ezek az rendszeres heti, vasárnapi ebédek, meg stb. Tehát ezek pont ez a modell.
ez a modell, ami teljesen elmarad az önálló család élet. 9. volt, nem akarom jobban részletezni. 9. volt, kirágtuk múlt héten. 9. volt, amikor a gyerek a bálvány, ez a családmodell, ez is szeretném azt mondani, hogy kórbetegség. Tehát ez ma ugyanúgy kórbetegség. Ez arra épül, hogy a szülők a figyelmüket, az idejüket, a személyes mindenüket oda dobnak a gyerekhez. Tehát ez nincs ilyen. Tehát akármilyen a bibliai családmodellben a férj számára az első a feleség számára az első a férj, a gyerek maximum második. Nincs ebben kompromisszum, mert a kettőjük kapcsolatától függ a gyereknek a sorsa, a jövője, a jelene, és ezért ugye itt a gyerek a bálványban, itt ez azt jelenti, hogy nagyon súlyos és hátrányos rendellenességeket okoz azáltal, hogy az egymás előtti kapcsolatba helyezik. Szóval én hallgatom ezeket például, hogy agyrőbb nekem ez, pedig 5 gyerekem van, és ugye most van egy pici is, tehát azt lehet mondani, hogy már régen volt, biztos az Isten azért adta, hogy tudjak erről tanítani, de ilyen, hogy a gyerek 1 hónapig köztünk alszik, meg 2 hétig, meg 1 hétig, meg 5 nap, ilyen elő sem fordulhat. Elősen fordulhat ilyen. A házasság, ez a feleségem és az enyém. Én nem mondom azt, hogy nem veszem lefekvés előtt magamhoz. De a feleségemnek még akkor sem engedem meg, ha sír a gyerek vagy bármi, akkor átmegyünk hozzá a szobájába, és akkor majd valamelyikünk ott viraszt. De nem, tehát ezek olyan hétköznapiak, vagy mesztelenül együtt fürdök a gyerekkel. Tehát ezek olyan hétköznapi dolgok ma már, és akkor ott áll a 3-4 éves gyerek, és látja a felnőtt nemi szerveket, amivel nem tud mit kezdeni. De nem tud, hogy magával a látvánnyal nem tud mit kezdeni. És utána ez a látvány, amikor előások valamit olyan korban, amikor ez még életidegen, ez a látvány már generálja tovább a pornót, és mire odaér abba a korba, hogy elő kéne jönnie azoknak az érzéseknek, akkor már kiégett. Tehát nem, hogy akkor jön elő, akkor ő már befejezte, akkor ő már nem szerelmes, ő már szexel úgy van, hogy inkább a kábítószert választja, stb. Tehát teljesen kifordul ebből, és ez pontosan innen indul. És ma, és még egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tudjátok, kit veszélyeztet a legjobban? Elmondom nektek, az intellektuális embereket. A tanult embereket veszélyezteti a legjobban ez a fajta családmodell. Bocsánat, hogy a szóhasználat, de egy egyszerű, hétköznapi parasztember tud logikusan gondolkodni. Az hagyon tanult, és ne pejoratíve értsétek, semmi gondom a tanulásra. Én is tanultam, 6 tanuljanak az emberek, de az agyon tanult, agyon iskolázott emberekre ez jellemző, hogy nem tud különbséget tenni. Abszolút. Tehát ugyanaz az egyenlősdi is, hogy ott az agyon tanult asszony, az nehezen tudja azt elfogadni, hogy neki van egy férje. Tehát az egészen más gondol az egyenlősdéről. Az egyenlősdéről azt gondolja, hogy az anya királynő szerepet gondolja inkább az egyenlősdéről. És az a szép, amikor egy családmodellben mondjuk úgy mindegyik megvan. Megvan az egyenlősdé, jön a nagyi, az a káosz. Az a káosz, és akkor ugye megnéztünk még egyet, de ebben most megint nem mennék bele. A bibliai családmodellt, ahol ugye arról szólt a történet, hogy az úgy néz ki, mint a pásztor és a nyája. Ez egy nagyon fontos dolog, most tényleg nem akarom még, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a férj és a feleség kapcsolata pedig úgy néz ki, mint a férj és a feleség pedig a segítő társa. Tehát nem egy alárendelt viszony, de az egyenlősdiben is az asszonynak a szerepe egy segítő. Tehát például én nagyon tisztelem azokat, amikor a férjük bajban van, vagy mélyponton megy keresztül, és most beszéljünk hívőkről, akkor nem átveszi a nadrágot, hanem akármilyen döcögön is megy keresztül a férje, próbálja, lehet, hogy ő hozza a döntéseket, de mégis úgy állítja be, hogy a férje hozta azokat a döntéseket. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ez egy rendkívül fontos dolog, mert a házasságban igen, el lehet hasonlítani. A Biblia maga mondja, tehát azért testvérek, a házasság, csak felhívom a figyelmeteket, ma erről fogok beszélni, hogy a boldogság, az, hogy boldog az, aki házas, ilyen nincs. Majd olvassátok el a Máté 5-ben, hogy boldog az, nincs ilyen példa, hogy boldog az, aki házas. Ja. Bocsánat, de ez most ugye bibliai családról és realitásokról beszélünk. A házassággal nem csak boldogság jár, hanem a házassággal nagyon sok minden más is jár. Ha ez így lenne, hogy boldog az, aki házas, akkor bekerült volna a Máté 5-be. De a Máté 5-be nem tette bele az Isten. Nem azért nem tette bele, mert ő nem volt házas, hanem azért, mert nem így van. Nem így van. Hát Pál apostol külön kiemeli, hogy még a szolgálóknak is, hogy a szolgálók vegyék tudomásul, hogy akinek családja van, annak a családra kell gondot viselni. Tehát magyarán mondva lefordítva, tök mindegy, hogy mi van veletek, hiába vagyok én pásztor, nekem a családommal gond van, akkor én itt hagyok benneteket,
nem azért, mert én egy gonosz szemét vagyok, hanem azért, mert nekem a bibliai útmutatás alapján a családomra kell gondot viselni. És ez így van. És azt is látom most már az elmúlt 30 év tapasztalatai alapján, hogy aki nem ezt tette, annak fölborult a családmodellje. És olyan pásztorok, akik valaha csúcson szolgáltak, azok ma elvált állapotban. Az asszony valahol itt, a férfi valahol ott, valahol van. És annak a kornak a dicsősége, az gyakorlatilag egy szempillantás alatt szétment. És nem lehet meg az a gyümölcse, és ez a világ számára, az ördög számára, ezek mind kapaszkodók. Mit akarsz? Hát tessék, hol vagytok? Mit akartok ti? Miről beszéltek? És igazat mond. Nem mondhatom azt, hogy lesöpröm az asztalról, hogy nem. Holott ebben csak ennyi hiba volt, nem feltétlenül az ember egy ördögtől való ember volt, csak elfelejtette, hogy az egyes számú gyülekezete a családja. És közben még a nyájat próbálta erővel összetartani, szétment a családja, de viszont nézzétek meg a folyamatot, ti is tudtok ilyen példát már, biztos az életetekből, ha csak mondjuk nem akarom bántani a Szabó Lacit, de csak Kaposvárra gondoltok, azzal a pillanattól, hogy szétment a családja, szétment a nyája is, csak jelzem. Mert ha az egyes számú gyülekezet szétment, higgyétek el, szétment a nyája is. Ez magától értetődik. És még egy nagyon fontos tapasztalatot látok, hogy utána ezt a nyájat, hát vagy nem is lehet. Tehát most azért már vannak olyan nyájak, ahol a pásztorok 15-20 éve elmentek, és a nyáj még mindig demokratikus vezetés alatt áll, presbiteri vezetés alatt áll, 4-5-6 fő vezeti, azok mindig cserélődnek, amikből soha nem lesz jó vége. Tehát soha nem lesz. Nézzétek, ahol presbiteri vezetés volt, hosszú, húzamosabb ideig, az furcs. Tehát hogy nincs presbiteri vezetés, egy nyájnak nincs presbiteri, ideiglenesen lehet presbiteri vezetése, amíg a pásztor helyreáll, vagy jön, ugye hát a nem véletlenül csinálják azt, ahol meghívásos alapon megy a pásztor, hogy amíg a pásztor nincs, mondjuk a baptistáknál, amíg nincs pásztor, addig egy gyülekezet vezetőt neveznek, és a gyülekezet vezető nem viszi el jobbra-balra szellemi irányba a gyülekezetet, csak mit csinál? Megtartja, egyszerűen összetartja addig, és mennek előre, és elintézi a napi teendőket. De abban a pillanatban, ahogy megtalálják a szemét, abban a pillanatban megválasztják a pásztort, és a pásztor onnantól kezdve visszaveszi a szellemi irányítást, mert a nyájat egy pásztor tud irányítani. Nem tudja, nem lehet a nyájból kinevezni 5 vezérbirkát, aki majd viszi a nyájat. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Vezérbirka nem ért a kutya nyelvén, nem ért a farkas nyelvén, és még sok nyelven nem ért. Úgyhogy ezért nem is mondom tovább, de a segítőtársként rendelte a feleséget, és ugye ezt a Biblia, azt Isten külön ki is hangsúlyozza, amikor megteremti az asszonyt, hogy segítő társ. Ugye a társ magyar az egy nagyon szép nyelv, ilyen szempontból olyan beszédes, a társ az itt van mellettem. Itt van mellettem. De a feladata nem elém, nem mögém, nem fölém, nem alám kerülni, hanem figyelni, hogy miben kell segíteni. Ezért például az is egy rossz modell volt, hogy asszonyállapot. Van ilyen fordítás, igen, ez a igen. Az is egy rossz bibliai modell volt, amikor az egyházban mondjuk a pásztorok mellett a feleségek mindenképpen pásztornék akartak lenni. Tanítani akartak, szolgálni akartak, stb. Tessék, egyrészt ez ajándéktól függ. Tehát ez nem így, arról még nem is beszélve, hogy ezt még át is örökítik a gyerekeikre. Tehát, na erre érdemes odafigyelni, amelyik gyülekezetben ez történik, mert most nem akarom a mi gyülekezetünket említeni, mert arról nem szabad rosszat mondanom, de mondjuk a Billy Graham-et megnézitek, az is tovább akarta örökíteni a fiára, ne, zongorázni lehet a különbséget. Tehát a srác, ez ugyanaz az érzés, mint Dávid és Salamonnál volt. Hogy Salamonnál mindig az dörgölt az Isten az orrára, hogy apád miatt az a helyzet, hogy ezt megkaptad. De nem te miattad, apád. Te okos vagy, aranyos vagy, rendben van, letudtuk, de apád miatt. Tehát azért ez egy nagy különbség, nem lehet ezt örökíteni, hogy majd a családtagokat berakom ide, meg oda, meg ahoda. Testvérek, az egy nagy kegyelem, ha a családunkat tudjuk igazgatni. Tehát az, nem menjünk ebbe tovább, hogy majd kiosztjuk otthon az ajándékokat, hogy ki, mit, hogyan csinálja. Figyeltem egy időben, ez nagyon működött, hogy a pásztor mellett olyan feleség volt, akinek kellett tanítania, szolgálata volt. Nincs ilyen párosítás. Segítőtárs. Ha az a segítség, hogy a szolgálatát segíti, az rendben. De lehet, hogy az a segítség, hogy ő tartja a frontot otthon. Tehát bármi lehet a segítség. De nincs ilyen, hogy ez logikusan következik egymásból. Jó, és akkor megnéztük a bibliai családmodellt a múlt héten, hogy mit is jelent ez. És ma azt szeretném megnézni veletek,
néhány, ez egy kis rövid lesz, hogy maga a házasság is, így szépen majd megnézzük a gyerekek helyzetét, fogom majd hirdetni, amikor kimondottan szeretnék kamaszokat, akik még a gyülekezetben vannak, járnak a párválasztásra, és nagyon egyenesen, nagyon őszintén szeretnék ezeket. Külön fogom mindig hirdetni, hogy melyik rész jön. Fogok beszélni a felemásigáról, akkor majd azt fogom hirdetni, hogy akkor mindenki, aki ebben érintett, legyen kedves, jöjjön. Az egyedülállók is érintettek lesznek ebben, mert ugye ők is hát érintettek természetesen. Mert az is egy család, csak nem egy egészséges és elég sok fájdalomban jár. Ma azt szeretném megnézni veletek, hogy a házasság, ugye, mint a család alapja, mert a házasságból jön létre a család, ugye a házasságon kívüliségből nem sok minden jó jön létre, de a házasság milyen szakaszokon megy keresztül, és milyen menetrend alapján zajlik le. Ugye, én most megyek majd nem sokára egy esküvőre, és a világi esküvőkön főleg, de még hallottam a keresztény esküvőt is, lehet hallani, amikor összeházasodnak az emberek, és akkor ugye mennek oda gratulálni, és akkor, bocsánat, de a faragatlanabbja, az azt mondja, hogy majd megtudod. De ott az esküvő nem vár vele egy évet, két évet, majd megtudod, hogy milyen a házasság. És akkor ugye nem ad hozzá jelző, de az arc mimikájából lehet látni, hogy ő már 20 éve házas, és arra gondol, hogy ugye szokták mondani, hogy na, te is beadtad a derekadat, te is elkeltél, stb. Tehát olyan pejoratív értelemben a házassággal kapcsolatban ugye az embereknek különböző véleményeik vannak, és ez mind azért van, mert a házasság, van akinek az a véleménye, hogy már nem kell összeházasodni, mert egy rég elavult intézmény, ez is makorszellem. Tehát a kárőröm az az őrtöktől van. Hát abszolút, mindenképpen, persze. Hát ugye az, amikor a férfiak, például én ezért nem vagyok hívő az ilyen legény meg leánybucsuknak, mert gyakorlatilag ezek most függetlenül az erkölcsiségétől, ezek arról szólnak, hogy gyakorlatilag arra készítik föl a szemét, hogy valami katasztrófába torkolik majd az életet. Ezért ugye a fiúkat még elviszik bordélyházba, hogy még éljék ki magukat, a lányokon még végigmegy az, aki nem ment végig addig rajtuk, ha már megőrizték magukat, erről szólnak a legény és a leánybucsuk. Mindez természetesen megfelelő alkohol, kábítószer vagy csipendél fiú kísérletében, de semmiképpen nem arról szól, a legtöbb lány úgy, hogy belülne teázni. És végignézik a fényképeket, hogy milyen aranyos volt óvodásként, ritka ez a fajta lány is. Megénybocsú, ez pontosan azért van, mert valakinél az optimizmus jele, hogy megnősült, de van, akinél ez valami negatív előjel. Ezért a házasságok azért mondják ezt, mert a házasságok többsége, sőt azt lehet mondani, hogy minden házasság, és ebbe beleértem a bibliai házasságokat is, a következő menetrend szerint zajlik le. Van egy első szakasza, ez főleg az udvarlás, meg a házasság első időszak, ez a romantikus szakasz. Hát ez minden házasságra jellemző. Én olyan házasságot még nem jártam, hogy üvöltözve férhez mennek, meg megnősülnek. Van a romantikus szakasz, és ez mindegy, hogy hányasor házasodik. A többszöri házasságban is van egy romantikus szakasz. Amikor a romantikus szakasz az arról szól, hogy igazándiból még azt se tudják, hogy mennyire szerelmesek egymásban, nem tudják ennek a mélységét, lehet, hogy még csak baráti szinten vagyunk, de ilyenkor hajlamosak az emberek álmodozni, hajlamosak egymásra úgy nézni, hogy te vagy az ideális férfi, nincs több ilyen. Férfi az, hogy te vagy az ideális nő, nincs több ilyen. Tehát ilyen nincsen, és akkor ugye fűt fát összehordanak egymásnak, ami egy teljesen normális szakasza a házasságnak, és ugye elmondják, hogy de jó lesz, túlbékolás van, mi jobban fogjuk csinálni a szüleinknél, hogy meglátod, így kell csinálni, úgy kell csinálni. Tehát ez egy nagyon szép szakasza, és ez érdemes, amit mindegyik házasság átmegy ezen, érdemes ezt végig gondolni, és csak azért mondom ezt el, hogy mindegyik házasság keresztül megy ezeken a szakaszokon, tehát amikor hullámvölgyeket lehet megélni, az egy normális, ezért is mondtam azt a kijelentést bátran vállalva, hogy Isten nem tette be, hogy boldogok azok, akik házasok. Mert bizony vannak ennek döcögős és rázós szakaszai is. Hát csak nézzétek meg a vállásoknak a számát. Aztán van az átmeneti szakasz, az a következő szakasz, amit meg lehet említeni egy házasságnál. Ilyenkor az történik, hogy ugyan még heves ember a szívünk, hogyha meglátjuk egymást, de igazándiból a másiknak a tulajdonságait, a viselkedését, a hozzáállását már úgy kezdjük kiismerni, és igazándiból már megjelennek a kisebb csalódások. Én itt terepbe akarok menni a moziba. Tehát, két hónapja még
mi oda mentünk, mind a ketten egyre gondoltunk, most már miért akarunk kicsit különfelé menni, ilyen kisebb jelentőségű, nem nagy jelentőségűek, de kisebb csalódásokat átélünk, és ugye megjelenik egy újabb fajta dolog az átmeneti időszakban, mert a romantikus időszakban mindenki alkalmazkodik mindenkihez, tehát teljesen minden. Az átmeneti időszakban egy házasságban megjelenik az a folyamat, hogy alkalmazkodnunk kell a másik szokásaihoz, életéhez, dolgaihoz, felfogásához. Tehát ez nehezíti ezt. El kell kezdenem alkalmazkodni. Látom, ugye második házasságokban általában a legnagyobb problémát már nem a szerelem vagy nem szerelem kérdése okozza, hanem az, hogy ki mit szokott meg. Az egyik, mit tudom én, a fogkefejét mindig abba a pohárba teszi. Vagy úgy öblít fogmosás, csak direkt mondok ilyeneket, mert ilyenek jutnak el hozzám. Vagy úgy öblít fogad, hogy pohárból. A férfi meg alárukik a csap alá, és úgy, és akkor ugye, amikor ezt meglátja az egyik a másikból, akkor ez kiveri a biztosíték, és azt mondja, vagy az egyik, mint amikor evett, mondjuk a férfi, akkor úgyhogy velünk kikaparja, mert ő most már annyit volt egyedül, hogy ez nem szólt rá senki, nem üt vele szembe senki, hogy ne vett ki a fél combot a fogad közül, hanem menj el és csináltad meg, hogy valamit vár ki vele. És még sorolhatnám tovább, és ezek olyan mély válságokat tudnak okozni, mert a második házasságban nem a szerelem az, ami nagy gyújtó zsinór, ott már túl vannak ezen az időszakon, ott már kimarad ez a szakasz, hogy nagyon lerövidül, hanem ott bizony az választja, azt tartja meg, hogy az választja a házasságot, hogy tudnak-e egymáshoz kompromisszumkészen alkalmazkodni. Meg tudom-e azt szokni, hogy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amitől szép megy az agyam. És olyan ideges vagyok, hogy csak a barátomnak mondom el, vagy a barátomnak, hogy belemegyek, gyomoridegen van, stb. Igen, az átmeneti szakaszban már megjelenik ez. Tehát itt az történik, hogy de általában az átmeneti szakasznak az a jellemzője, ezekben a családmodellekben az a jellemzője, hogy azért mindig győz a pozitív dolog. Tehát még nem nincsenek olyan vérszomjas dolgok, hanem mindig győz a pozitív dolog. Aztán jön a harmadik szakasza, ez a valóság szakasz, én így neveztem el. Tehát megérkezünk a valóság szakaszba. Rózsa, parancs. Van másik. Megérkezünk a valóság szakaszba. Ez a valóság szakasz, ez eddig ismeretlen terheket hoz be, és megtörténik egy nagyobb csalódás és nagyobb kiábrándulás. Ez a harmadik szakasza már. Ugye ma azt látom csak a házasságokban, a családokban, hogy ezek a szakaszok lerövidülnek. Amíg a romantikus szakasz eltartott 1-2-3-4-5 évig, valamikor a romantikus szakasz tényleg csak a nászutig tart el. És akkor utána jön az átmeneti szakasz, az is belefér egy évbe, és akkor utána a pillanatok alatt belezuhannak a valóság. Nálunk például, ezt csak bizonyosságként mondom ennek, nálunk a 7. év után jött a valóság szakasz. Nem is azt néztem, csak hogy ez egy hosszú időszak volt. Tehát a 7 évig, 7. évben mondtam azt a feleségemnek, hogy figyelj, észrevetted, még nem veszekedtünk. És akkor kezdtem mondani, hogy figyelj, ez nem lesz jó vége. Mert éreztem valahol a szívemben, hogy ez nem lesz ez a... Tehát szokjunk hozzá, és nem az volt, hogy nekiálltunk veszekedni, de a 7. év után jött egy átmeneti szakasz, és akkor megérkeztünk nagyon gyorsan a valóság szakaszba. A valóság szakasz azt teszi nehézé, hogy nagyon sok egyre több csalódást és kiábrándulást okoz. Általában ilyenkor jön az új lakás, gyermekeknek a terhe, a gyermekeknek terhére rájön a munkahelyi problémák, a barátaink kicserélődnek, mert ugye megházasodunk, az a cimbi, akivel együtt tütükézett, vagy bármit csinált, az már nem jöhet be, mert ugye az hülyén néz ki, hogy az olyan szép, mikor elmegy a feleségével kirándulni, és vele van a barátja. Tehát ez katasztrófa. Tehát ilyen nincs. Tehát nem mit romantikázik ott a... Most arról még nem is beszélek, hogy egy szobában alszanak esetleg, mert akkor meg aztán nagyon nagy a gáz. De a barátaink kicserélődnek, nem ugyanazok, azok is önmagában nagy terhet jelentenek. Bejönnek olyan személyek a másik fél részéről, akit én, hát, na, elviselek, mert mitől bejön a sógorom, azt nem én választottam. Bejön, na hát, az adott kérdés, adott anyagból főzünk, ő neki meg én természetesen, tehát ez oda-vissza működik, tehát ugye itt bejön az, hogy szeretlek, drágám, szeretlek, de apádat nem. Na, tehát hogy apádat nem. Bejön az, hogy nem szíveljük egymás rokonait, és még egy dolog van, hogy az élet hátrajövő részéről megjelenik, ami nem jelenik meg az első két szakaszban, hogy elkezd a családban, főleg a férj-feleség között különböző felfogással kezdenek el gondolkodni a jövőről.
Az egyik az takarékoskodni akar, a másik az nagyra vágyó, megy előre, és ez nagyon-nagyon sok feszültséget okoz, hogy mibe tegyük. Az egyik az a gyereket, mit tudom én, kemény, tökös férfinak akarja nevelni, és menjen el, tanuljon a szakmát, a másik az nem, végtoljuk az összes létező egyetemen, ami létezik. Tehát bejönnek azok, hogy elkezdenek másképp gondolkodni a jövőről, és ez a valóság szakasz természetesen beletorkollik a házasság legnehezebb szakaszába, és a válás az ebbe a szakaszba, olyan 90%-ban ebbe a szakaszba történik, a csalódás, a csalódásnak a szakasza, amikor a csalódás az nem mindjárt válással jelentkezik, hanem mindegyik fél másképp kezdi el keresni a boldogságát. A férfi a tóparton, a horgászatban, értsétek, mint semmi gondom nincs vele, de az, hogy minden hétvégén, még télen is, mikor a halak megdöglöttek, a viszabban vannak, akkor is ő az utolsó, aki léket vág, és ez motorikusan, de mondhatnám a szőlőbe kiugrókból, stb. Tehát annyiféle ilyen variáció van, nem is akarlak ezzel benneteket untatni, de ugye az egyiknek, vagy most csak azért mondom ezt, mert most voltam egy ismerősnél, az akváriumba szeretett bele, és amikor bemegyünk, ahhoz bementünk hozzá, akkor ott voltak a gyerekére, a feleségére, ezt nem mutatta, az első út az akvárium volt. És a család meg ott állt jobb oldalon, és néztük meg azt a sok, szép volt le a kalappal, tehát látszik, hogy napi 26 órát foglalkozik vele, én ezt értem. De ott állt mellette a család, a feleség, a gyerekek, stb. Lehet, hogy hallotta a rendőr viccet. Ja, nem tudom. De vannak ilyenek, akkor egyesületekben, gyűjtemények, stb. Tehát ez a csalódás szakasza. A feleségnél ezt észre lehet venni, hogy egyre több időt tölt a gyerekekkel, tehát egyre kevesebb a férjel. Ez az első jele a csalódásnak, amikor nem a férjel, tehát a gyerekek megjönnek, kiugrik a bőréből, a férj megjön, akkor meg ezért mosogat tovább. Tehát ez a csalódás szakaszban vagyunk már benne, és egyre több időt tölt, ha van barátnője, akkor a barátnőkkel, megdumáljuk a dolgot, ha nincs barátnője, akkor a munkával. Ez egy nagyon veszélyes szakasz, és itt dől el az tulajdonképpen, amit a bibliai házasság ugyanezeken a szakaszokon megy keresztül, félreértés ne essék, csak a bibliai házasságban, a csalódás szakaszban jelenik meg az, ami különbséget tesz fele másik a világi házasság, bibliai házasság között, hogy van egy hármas, van egy harmadik kötél, amelyik ezekből a csalódás szakaszokból, majd azt is elmondom, hogy hogyan, de vissza tudja hozni az embereket. De természetesen ez nem úgy működik, hogy a Isten hókusz-pókusz és visszajön, hanem valamikor ezek tíz években érhetők. De években ezek a visszajövetelek. De ez a különbség, semmi más, ugyanezeken a szakaszokon megy keresztül a bibliai házasság. Testvérek, én annyi házaspár felé szolgáltam, és az, amikor a gyülekezetben, nagy szerelemben ülünk egymás mellett, közben évek óta szétrohadt a házasság, és akkor jelentkezik már be, amikor a csalódás szakasznak abban a szakaszában van, amikor már döntés született. Hát figyeljetek, ez a dolog, hogy Mózes vállólevelet adott a pusztai vándorlás során a zsidók, mert Mózes csak a pusztai vándorlás során tudott vállólevelet adni, ahol gyakorlatilag egy kényszerközösség volt, mert Mózes nem tudott nekik Egyiptomba, ott nem volt velük. Pusztai vándorlásban, mert és az ígéret földjén sem tudott nekik vállólevelet adni, mert ott sem volt már velük. Tehát a pusztai vándorlás, amikor sokkal nagyobb volt a bajuk, mint az ő problémáit, akkor is Mózesnek vállólevelet kellett adni. Hát Jézusnál erre hivatkoztak a zsidók, hogy te mit szólsz ehhez, mert a Mózes az külön volt nálad, mert ugye Jézust profétának tartották, és tesztelték, hogy Illéshez, Mózeshez, és még a többi profétákhoz képest Jézus mit variál, mit okoskodik. És akkor Jézus mondta nekik, hogy, és ott felhívott egy figyelmet, egy nagyon fontos mondatot mond, hogy a kemény szívetek miatt adta Mózes a vállólevelet. Tehát mi történik? A csalódás szakasz akkor válik csőddé, hogyha valamelyik félnek megkeményedik a szíve. A kemény szívűségről majd fogok még egy pár szót ejteni, ez pedig már egy bibliai kérdés, a kemény szívűség. Erről beszél a példabeszédek könyve. Tehát itt egy nagyon fontos dolog. Ezért mondom én, hogy lehet az hívő házasság, lehet, járhatnak kéz a kézbe a házasság az istentiszteletre, de ha a csalódás szakasz, ettől még nem biztos, hogy elmondjuk. És akkor jön az, amikor az ember, egy idő után ez nem jelenik meg még a köztudatban, de egy idő után már az egyik fél elkezdi mondani, hogy fú, lehet, hogy nem itt kellett volna megházasodnom, lehet, hogy fú, azt kellett volna vegyem feleségül, ugye miért nem a Ufnágel Pistihez mentem, soha, stb. Tehát itt bejön egy új, a csalódás szakaszt,
A csalódás szakaszt azt teszi nehéz, hogy bejön egy új érzés, a keserűség és a harag. És a keserűség és a haragnak most nem akarok erről beszélni, mert az hosszú lenne, de a keserűség és haragnak megvannak a maga szellemi következményei. A keserű embernek, a haragú embernek megvan, a haragból lesz testvérek a gyilkosság. Keserűség, harag, gyűlölet, gyilkosság. Tehát ez a folyamat. Először a keserűség, a harag, ezért fordul az elő, hogy egy másik házas le tudja szúrni a házastársát. Vagy most, ami zajlott, ugye Per, hogy a nemi szervére sósavat öntött, egyértelműen megállapították az orvosok, hogy van sósav, a férfi az, hogy nem öntött rá. Tehát most, na és ezen vitáznak, és lehet, hogy fel is menti a bíróság csak ezen. Mert ez egy kegyetlen dolog. És ugye egy alapélmény jön be, ami nem volt a romantikus. A romantikus szakasz azért szép, mert annak az alapélménye az, hogy úgy gondolkodik, ahogy én. Hát a romantikus szakaszban azt mondjuk, hogy még szokták mondani, még hasonlítunk is egymásra. Annyira szép a szakasz, a romantikus szakasz. És minden, mit akarsz? Te is épp fajit akartál lenni? Én is. Te is épp? Én is. Tehát ott mindenképp együtt gondolkozunk. Az átmeneti szakaszban pozitív érzelmek vannak még mindig. Ugye a valóság szakaszából nincs időnk egy kicsit érzelmekkel foglalkozni, viszont a csalódás szakaszban egyértelmű az alapélmény, nem kapunk meg azt a másikról, ami jár nekem. Ez okozza a keserűséget és a csalódást. Ugye a férfi szoktak mondani, hogy nem kapom meg, és lehet az a szexualitás területe, de lehet az a, ugye ez egy nagy, a férfiak általában erre is szoktak haragudni, ugye hogy az asszonynak fáj a feje a 7 napján, vagy a fal felé fordul, stb. Ez egy nagy kiemelt dolog, de a másik, ami a legfontosabb talán ebben, hogy nem tud férfi lenni mellette. Nem tud férfi válni mellette, és ez egy nagyon nehéz. Még ha akármilyen is az ember jelleme, akármilyen szelíd visszafogott, az valahol jön ősi, belénk alkotott, belénk teremtett dolog, főleg egy férfibe, hogy ő férfi szeretne lenni. Ez teljesen mindegy, hogy milyen jellemmel vagyok megáldva, ez jön belülről. És azt jelenti, és a nők, ha fordítva van, akkor a nő pedig meg nő szeretne lenni. Nem családapa, nem házvezetőnő, nem rabszolga, nem ez az amaz, hanem ő pedig nő szeretne lenni. Úgyhogy ez a csalódás szakasz, ez egy nagyon vízválasztó, és keresztények azt hiszik, hogy tehát az álomvilágban élő keresztény házasságok az, hogy azt hiszik, hogy az átmeneti szakasznál nincs más. Tehát a romantikus végig. És átmeneti szakasz. És ezért történik az, hogy a házasságban ezt nyugodt szívvel állítom nektek, és vállalom is a mondatomat, azért teljes meggyőződéssel és nyugalommal beszélek erről, hazudnak. A keresztény házasságunk nagyon sok a hazugság, kidobnak egy ideált, mert a gyülekezet előtt kell játszani az ideális házasságot, a boldog, az stb. Házasságot, nincsen, minden rendben van, stb. Ugye ezek mennek el olyan szélsőségeikig, hogy ima alkalmunkat tartani, hogy szülessen gyermek, és akkor amikor eltelik másfél év, akkor kiderült, hogy az asszony panzióba jár, a férfi még nem volt másfél éve az ágyában. Tehát az lett volna csoda, hogyha lesz gyerek. Tehát ilyen szélsőségekig megyünk el, nem beszélve eltakarva, ugye főleg ha a gyülekezetben egy megbecsült tag a férfi, akkor nagyon kellemetlen azt mondani, hogy figyelj, meg kell állni. Nagyon-nagyon, figyeljetek, a 30 év alatt én megmondom nektek őszintén, hogy talán nem is hallottam olyat, aki vezetőként azt mondta, hogy gáz van a családba, köszönöm szépen a lehetőséget, arrébb megyek. De munkahelyi vezetőként sem hallottam. Ez minden vezetőre vonatkozik különben. Tehát a munkahelyi feladataimat sem tudom ellátni, ha gáz van otthon. Főleg, ha vezető vagyok. Akkor üvöltözök, ordibálok, mindenkivel elviselhetetni. Tehát hozom azt a feelinget, ami otthon van. Úgyhogy ez a szakasz, ez általában itt kétfelé szakadnak az emberek, és annyi történik, hogy a házastársak elválnak, ugye keresik máshol a kielégülést, elszigetelődnek egymástól, és gyakorlatilag, ha ebből nem jönnek vissza, akkor a házasság megsemmisül. Tehát nincs tovább, nem helyrehozható, nem formálható, nem alakítható, meg tud semmisülni a házasság. Szóval, hogyha ha valaki végigkíséri egy általános házasságnak a történetét, akkor általában ma már lerövidül ez 1-2 évre, régebben ez eltartott 10-15 évig is, de átlagosan azt lehet mondani, hogy 5 éven belül meg tud ez történni, amikor azt mondjuk a másik, hogy na hát szegényeknek nem sikerült. Megpróbáltak, de nem sikerült. Most persze hallottam extrém esetet, hogy szombaton összeházasodtak és hétfőn elváltak, de ez azért megint az extrém eset, mert sajnos ma már az is extrém eset, hogy 75 éve együtt élnek.
Ez a pénzhöz. Az is, arról is. De valamikor, valamikor nem a mennyasszony tánc bevételén szól, hanem egyszerűen hétfőre kiderül, hogy nem illenek egymáshoz, és akkor ezt eldöntik életérzések alapján. Tehát a házasság nem az esküvőn, nem a mézes heteken valósul meg, hanem a házasság ott valósul meg, hogyha ezt a nehéz időszakot, ezt a csalódás szakaszon túl tudnak menni. És majd rá fogok térni, hogy ebben miben segít a Biblia, és miben segít a bibliai gondolkodásmód, de ezek a Rómeó Júlia féle házasságok, meg szerelmek, testvérek, ezek egy szakaszai, igen, az életünknek, de sajnos ez a házassághoz ezek a szakaszok is hozzátartoznak. És tudjátok, van egy olyan szakasz a házasságnak, ez a legutolsó szakasz, ez már ilyen nagyon ellentmondásos, nagyon semmilyen, nem is tudtam neki nagyon nevet adni, amikor gyakorlatilag a házasságon belül már több a szenvedés, mint az öröm. Mert gyakorlatilag a házasság már arról szól, hogy mindennel szenvedést okozok a másiknak. Tehát már nem is próbálok meg erőfeszítéseket tenni, hogy valamit helyrehozzak, hanem ahol lehet, beletaposok, és akkor itt már egy olyan, tehát amikor ugye szoktam poénkodni akár rokonaimmal, és akkor megyek hozzá, mondjuk együtt élnek 30 év vagy 20 év, és akkor azt mondom, jó, és ennek a hát idegen szóval talán jobban ki lehet fejezni, hogy rezignált szakasz, egy ilyen nagyon nem tartja már semmi, gyakorlatilag csak megszokták. Ezt vagy azt tartja, hogy nem tudták eladni a házat, és még egy fedél alatt vannak, a gyerekek még nem töltötték be a 18-at, és akkor megvárjuk, még betöltik. Épp ugye többször példáloztam ezzel, de van egy olyan vezető személy volt a gyülekezetben, akiről én meg voltam győződve, hogy példamutató a házassága, és megkeresett egy fél évvel ezelőtt, akkor épp elhagyta a gyülekezetet, mert ellentmondásba került már saját magával, és nem az urat hagyta el, csak a gyülekezetet, és akkor megkeresett és kiöntötte a szívét, és ő mondta el például, hogy az egész 17 év hazugság, és a nászut óta semmi másra nem vár, csak hogy jusson egy olyan állapotba, hogy fölnevelték a gyerekeket, és el tudjon menni. És a fia egy évre van, a három gyermeke van, a legkisebbik gyermek az egy évre van a 18-tól, és gyakorlatilag ez az utolsó év, a 18 év vagy a 20-valány év házasságban már azzal telik, hogy várja, hogy a fia betöltse a 18-at. Tehát úgy telt el a házasság, a felesége a nász éjszakájukon megmondta, hogy abszolút semmilyen érzelmeket nem táplál felé. Semmiért. Tehát a nász éjszakán. Tehát és verántani úgy 23 évet az elsősorban, néha a másodikban, hogy így. És eljátszani. És mondhatom se kell, professzionálisan játszották. Professzionálisan. De fölörölte, az ember adta föl először, fölörölte. A nő még mindig nem adta föl. A nő még mindig mondja, hogy rendben van minden tökéletes, minden szép. A férfi föladta, és azt mondta, hogy nincs tovább. Tehát gyakorlatilag egy ilyen helyzetben megsemmisül a házasság. De maga az ember is nem van. Abszolút, természetesen. Szétzúzódik semmi, hát ez kész. Az a szerencséje ennek az embernek, hogy a Bibliába menekült. Természetesen azt most én nem vizsgálom, hogy kinek mekkora része volt ebben a megsemmisülésben. De maga az az életérzés, hogy egy házasságból így lerántani 20-25 évet, az, tehát hogy gyakorlatilag kimaradtak a szakaszok. Hanem mindjárt beleugrottak a megsemmisülés fázisba. Tehát nagyon megrázó. Tehát tehát biztos, akik házasok vagytok, tudjátok, hogy ezek a szakaszok megvoltak a házasságotokban. Én azt gondolom, hogy nagy butaság ezt tagadni. És nagy butaság azt mondja, hogy a mi házasságunk romantikus szakaszból áll, amióta megszültünk, mert az Úr velünk kicsoda ellenünk. Nem igaz. Ez biztos vagyok benne, hogy hazugság. Hát nem lehet igaz. Mert akkor Isten leírta volna, még egyszer mondom, a Máté 5-ben, hogy boldogok azok, akik házasak. Azt mondja Pál, hogy a családjáról visel gondot. Maga a szóban benne van, hogy gond. Hát benne van a szóban. Tehát azért mondom, a magyar nyelv gyönyörű, de visszaadja. Igen, abszolút. Benne van, hogy arról visel a gondot. Tehát ott jönnek. Jön az egyik, jön a másik, jön a harmadik, jön a negyedik. Ezért nagyon fontos, hogy ebben a szakaszban, ebben, amikor már együtt élünk évek, évtizedek óta, én azt gondolom, hogy itt már
és nem a hitetlenség beszél belőlem, hanem inkább a tapasztalat, az Úrban való tapasztalat, itt már nem lehet megmenteni a házasságot. A válság szakaszban még, ha a szívek nem keményedtek meg, onnan még vissza lehet jönni, de ebből a szakaszból, amikor ebből a szakaszban gyakorlatilag megsemmisült. Én ismerek olyan keresztényeket, akik gyakorlatilag 10-12 éve elváltak. Nem papíron, megszűnt a házasságuk. Nincsenek meg a házasságnak már a kellékei, de egy fedél alatt élnek. Eljárnak Isten tiszteletre, stb. 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 Tehát egy példát elmondok, ugye nem él már a testvérnő, de biztos, hogy benne az Úrnál van. Kaposvári élményem volt, hogy vezető ember volt a kaposvári gyülekezetben, és gyakorlatilag évekig titkolták, hogy elváltak. És amikor betegeskedett, akkor mindenki ment onnan imádkozni, és akkor szólt az Úr, én is elmentem, és azt mondtam neki, hogy az a helyzet, hogy 4 nap múlva valószínűleg meg fogsz halni. És ezt a 4 napot használt ki, hogy rendezd a férjeddel, a feleséged, a férjeddel, a gyerekeiddel a dolgot. És ugye úgy költözött el az Úrhoz, hogy ott ült mellette a férje, tehát az Úrhoz költözött el. Az Úrhoz költözött. És pusztán félelemből, szégyenből nem merték azt se bevállalni, hogy elváltak. Tehát ez egy, és úgy váltak el, hogy a férfi igazániból a halála előtt a hölgynek akkor mert elköltözni otthonról. Addig papíron ott élt. Még azt sem merték elmondani, de már rég nem ott élt. Tehát ebben a szakaszban azt gondolom, hogy nem lehet megmenteni, és ennek a szakasznak már egyértelműen a jellemzője és az életérzése az, hogy kudarc. Tehát itt már nincsenek, hogy ma remény, meg se. Egyértelműen az, a legmélyebb életérzés az, hogy elrontottam, kudarc, és nem is fordulnak innen vissza a házasságok. Mondom, a bibliai házasságok attól mások a bibliai családmodellben, hogy a válság szakaszban vissza tudnak fordulni, ha nem keményítik meg a szívüket. A világi házasságban ez a visszafordulás a válság szakaszból ritka példák. Ritka példák. Hát, testvérek, 60, néztem a statisztikát direkt, 69 ezer válás volt. 2016-os statisztikán még nincs, mert még KSH még le van maradva, 2015-ös adat. 69 ezer válás. Nem emlékszem rá pontosan, de azt hiszem, hogy 52 ezer volt a házasságok száma. Tehát több a válások száma, mint a házasságok száma. Sokkal több. Tehát ez egy 69 ezer válás, az érint 140 ezer személyt. Mennyi most a válás? 50 ezer körülbelül? Tessék? Mennyit kell fizetni? Fogalmam sincs. Valami spéd azért, hogy ilyen kevés a válás. Lehet. Ja, és ebben a statisztikában sajnos nincs az benne, akik ebben a szakaszban élnek, hogy a ház, a gyerek, vagy nem tudják szétosztani a vagyon, stb. De ezek lehet, hogy 100 000. Vagy ismerek olyat, aki ugye úgy indult az egész, hogy kimegy külföldre dolgozni. Csak a férfi már kint van 15 éve külföldre dolgozni, az asszony itt él egy pasival, a férfi ott él egy nővel, és de házasok. Tehát hazajönnek, karácsonykor együtt vannak, stb. Házasok. De amúgy nem házasok. Úgyhogy ezt csak azért mondtam el nektek, mert fontos és hozzá tartozik a bibliai családmodellhez, hogy a bibliai családmodell is keresztül megy ezeken a fázisokon. Keresztül mennek a legjobb házasságok is ezen a fázisokon. Nekem 10 évben betellett, 96-ba, 95-ben jöttem rá, hogy ezen a területen nem realitás, amit látok, és hazugságok vannak a vezetőimnek a házasságában. Erre majdnem ráment az én házasságom is, már olyan szempontból, hogy olyan nem tudtuk megélni azt a fajta idealizmust, amit elénk tártak. De nem tudtuk megélni. Tehát lehetetlen volt megélnünk azt. Voltak gondjaink, voltak problémák. Meg amit mutattak. Ez volt a legszörnyűbb. Nem amit elvártak, hanem amit mutattak. És amikor az egészről, tehát én azért nem bánom, ha vannak sokszor egy gyülekezetben szakadások, elmondom miért, mert nagyon sok minden felszínre jön. Amit addig nem lehetett, nagyon sok minden kijön, kiforgat a földből, mint amikor ásol, kiforgatsz a földből valamit, valamikor kincset, vagy amikor kidobod a hálódat, valamikor pontyot fogsz, valamikor meg a vécülőkét. Tehát igazándiból ez benne van a pakliba, de ezek azért fontos dolgok, mert nekünk utána kezdett, gyakorlatilag újra kellett építenünk a feleségemmel a házasságot,
és mindezt ugye börtönévek alatt építettük újra, tehát úgy, hogy nem voltunk testben együtt, de nem tudtuk volna másképp, mert olyan gondolkodásmód ment, és tudjátok, mikor én kikerültem ebből az egészből, akkor indult be az a folyamat, hogy gyakorlatilag kezdtek elválni vezetők, akkor kezdtem látni, vagy ha nem is elváltak, akkor beléptek ebbe a szakaszba, hogy együtt élnek, de már rég nem élnek együtt. Hát testvérek, milyen válasság az, ahol a pásztor eljár egy gyülekezetbe szolgálni, a felesége meg se fordul abba a gyülekezetbe. És ez micsoda? Most persze, oké, bármit mondhatunk róla, meg elfogadhatjuk, hogy így van, de hol van akkor, hol tölti be, és hagyjuk az egész szellemi részét, hol tölti be a segítőtárs részét. Hol? Hol van ez a része meg? Hát sehol nincs meg. Ezek kamuk, ezek dumák. Ez már rég egy más szakaszban van a házasság, csak... Hát ne beszélve arról az a szakasz, ugye rengeteg olyan keresztény családmodellt látok, ahol meg mivel ő a pásztor, ugye egyértelműen megélik a diktatórikus családmodellt. Ugye az egy mindenkinek hús van, mert a pásztornak mindig igaza, és otthon is játsza a pásztort. Nem tud soha családapa lenni, hanem otthon is osztja, űzi, csak nincs ezzel gondom, de amikor csak ezt csinálja, nem tud szeretni, nem tud megbocsátani, nem tud ölelni, nem tud elengedni, csak ő mindig szolgál, és már mindenki hülyét kap tőle, és telehányják az egészet, annyira idegesítőket, mert így jöttek ki ezek a gyerekek. Ezek a gyerekek, akik ebben nőttek föl, ezek ma, testvérek, ne csodálkozunk, olyan lázadásban vannak, hogy nem is tudom, hogy vissza lehet-e őket onnan hozni. Olyan szintű, olyan mély lázadásban vannak. És ez ezért van. És még csak most indul ez az időszak. Ez csak most indul. Jó, én visszamennék a válság szakaszba, és megnéznénk azt, hogyha eljut odáig, mert én nem akarok erről a legutolsó szakaszról beszélni, mert azt gondolom, hogyha keresztények így élnek egymással, hogy igazán volt csak az egyik szobában, azt már kereszténységnek se hívjuk szerintem. Azt hagyjuk, azt valami másnak. Te, amit akarsz, Kárlász. Ne viccel. Belül van a kilincs. Te döntődök, ne. Jó, tehát én most azt kihagynám ezt a szakaszt, mert azt gondolom, hogy ahol ez van, de lekapcsolhatjuk, Gyula, ha nagyon meleg, nyom le a fűtést, nem? Nincs meleg. Nincs meleg? Jó, hagyjuk, mi most kiszerezzük. Oké. Elfűzött a kis, de most majd a következőt fönntartjuk. Csak. Nem unalmas az előadás. Ne viccelj, de nem is. Ha unalmas vagy, akkor is nyomnám, úgyhogy nem. Persze. Most, hogy úgyis el akarsz úrni erről a szakaszról, de én még szeretném kérdezni, hogy aki ebben van ebben a szakaszban, még a lehetőségük keresztényként, amikor már mondjuk marják egymást? Hogy... Én azt szoktam tanácsolni, hogy váljanak el. És utána hogy ügyítik fel az ha elválnak, akkor meg lesz az a lehetőségük esetleg, hogy volt már olyan példa, hogy elváltak, és meg tudtak bocsátani egymásnak, és összeházasodtak újra. Ebből a szakaszban, úgyhogy kényszerből azt mondjuk nekik, hogy semmi az Úrért, meg Gedeonért, meg egymásért maradjatok együtt, nagyfokú gyilkolás lesz. Nagyfokú. Több olyan mostani ügyem is van, úgymond, így hívom, de az ügyet időzőjelbe teszem, ahol már évek óta azt tanácsolom, hogy váljanak el. És van lehetőségük, hogy mindenki szerint megmarad Krisztusban, vagy mindenki keresik és tönkre megy? Az inkább nem ússzák meg sérülések nélkül, de van arra lehetőség, hogy mindenkettő megmarad az Úrban. Van arra lehetőség. Én volt már, hogy azt tanácsoltam, keresztényeknél azt tanácsoltam, a férfinek tanácsoltam, ami nem akart elválni, a férfinek tanácsoltam, hogy váljál, amilyen gyorsan tudsz, tönkre fog menni, meg fogsz szemmi. Tehát olyan anyatigris volt a nő, hogy mondta, hogy meg fogsz személyisülni a személyiséget. És a második házasságában, most már lassan 20 éve él, 3 gyereke született, kiegyensúlyozott, boldog, stb. Tehát ez egy nagyon... Tehát és az elvált az is normális? Nem, egyedül maradt, és ugyanilyen normálatlan. Ezt látom, hogy persze, hát sajnos. De van arra, de fogok róla beszélni is még, hogy hogyan lehetne megmaradni, de általában az, aki sérült, pontosan azért tanácsolom az elválás, mert mindig az általában ilyen helyzetek, az egyik az nagyon mélyen sérült. És ilyenkor az történik, hogyha ez a tanács megy, Mózes is valamiért kiadta a vállólevőleket, itt akkor az történik, hogyha erőltetjük csak azért, mert óriási, hogy rontják a statisztikát, erőltetjük, hogy együtt maradjanak, akkor gyakorlatilag az, amelyiknek lenne esélye megmaradni, az sem marad meg. Mert a másik simán lenyomja mind a bélyeget. Tehát magyarán mondva, ha elválnak, akkor kettőbe egyet megmentesz. Ez amúgy bibliai, ez az arány. Tehát itt mentésről van már szó. Itt nem látásról, meg valóságról, meg mi lenne a jó, itt mentésről van szó. A kármentés az egy egészen más műfaj, mint amikor jót akarod cselekedni. Nem szabad úgy gondolkodni a kármentésbe. Tehát ugye a borászok tudják, hogyha kidurran a hordó, stb. Ott nem az van, hogy megmentem az egész bort. Ott
ha egy pohárral tudok meg, ott van egy pohár, akkor az oda teszem és megmentem. Nem kezdek el rohangálni vödörért, meg kifolyik az egész, le oda a földre és elszívja az egészet. Akkor azt mondom, hogy megmentettem egy pohárral a 67-es évjáratú borokból. Szóval, pont. Nekem van egy ismerősöm, aki kindolgozik külföldön, és jó volt a házasságuk, ugye már 10 éve kindolgozik, és a felesége megcsalta, és kiderült, és nagyon szereti a feleségét. Amúgy érthető. Csak jelzem, tehát... Így van, hát 10 év külföldön, így van. És azt mondta a srác, hogy el fog válni. A feleség nem akar elválni, hogy béküljenek ki, de azt mondta, hogy el kell, hogy váljunk, eladunk mindent, közös, ami közös, és így talán meg fogom menteni a házasságomat. Uh-huh. Azt mondta, el kell, hogy váljak teljesen, és ott újra elkezdődik, azt mondja, akkor látom esélyt arra, hogy elkezdek újra randizni vele, van különben három gyerek, két gyerekük, azt újra elkezdek el randizni, elkezdem beszélgetni, stb. És azt mondja, így talán megmentem, de ha azt mondja, együtt maradunk, akkor nem mentjük a házasságunkat. Az kéne jönni neki külföldre. Azt kell tudnotok, hogy az, ugye, amit mondtam hétvégén, vagy talán két hete mondtam az irgalmas szamaritánusról, hogy az Istennek a tulajdonságaitól, az Istennek a személyiségétől nem lehet elválasztani az irgalmat. Az a keresztény, aki elválasztja az irgalmat, az nagyon nagyot fut évet ebben. Nem lehet elválasztani az irgalmat. És az a baj, hogy olyan mértékben átjárta az egyház gondolkodásmódját, a hívő gondolkodásmódját, a szabályrendszer és a vallásosság, hogy el se tudják azt képzelni, elolvassák ezerszer a tékozó fiú történetét, de el se tudják azt képzelni, hogy ahhoz, hogy valakit megments, először el kell engedni. Tehát nem minden mentés úgy van, hogy a szívére beszélek, és akkor megtér, halleluja, és boldogan él, még meg nem hal, hanem van olyan mentés, ami úgy történik, hogy el kell engedni. A tékozó fiú története az erről szól. Az nem csak a jólelki apáról és a gonosz nagytestvéről és a bűnös kis testvéről szól, hanem arról szól, hogy az az apa az elengedte, meddig engedte el a végletekig. Hát ott azért ne felejtsétek ebbe a története, milyen mai nőkre költötte a vagyont. Meg mikre? Dordézoltasak. Ez eltékozolta. Mit kellett csinálni? Ezt elengedni. Ma például én majd szeretnék erről egy egész napostat tartani magáról az elengedésről. Mert azt látom, hogy ma ebben a korszakban hiába akarunk mi valami bevett, vagy régi mechanizmus alapján, majd ez lesz, majd megtér, stb. Nagyon sok fiatal is például azért nem változik meg azért, hogy nem tudjuk elengedni. De ne kell engedni, ne kell engedni. Mert amikor elengeded, akkor adsz neki arra. Lehet, hogy elengedted, és vége. És tényleg, csőd a vége. Benne van a papliba. De a menté, de ha nem engeded el, biztos, hogy csőd a vége. Az elengedés az már egy olyan dolog, amikor úgy szoktam mondani, hogy elég nagy az esélyed, 50%, de ugye az vagy igen, vagy nem. Tehát rizikos, de akkor még marad 50% esély, hogy meg tudod menteni. És ugye ezeknél a házasságban, amikor én azt javaslom például, hogy váljanak el, én azt tudom, hogy milyen súlya van ennek a mondatnak, és mint pásztor mondom ezt, hogy váljanak el, és tudom, én ezért nagyon sokat kapok a pofámra, de azt látom, hogy ha nem történik meg, nincs megmentés. Nincs megmentés. Nincs megmentés. Főleg, amikor vannak olyan helyzetek is, amikor olyanban is voltam, hogy a hölgyek rendszeresen házasságtörésen kapták. De olyan szinten, hogy gyakorlatilag fotó készült volna. És nekiálltak a keresztények, hogy meg akarják menteni ezt a házasságot. És mondta a hölgy, maga a hölgy mondta, hogy ő értsék meg, ő ebben tök jól érzi magát. Ő így szeretne élni. Őt ne bántsák, őt hagyják, őt engedje el a közösség, ő így szeretne élni. Ő neki ez jól esik, hogy más férfival van. Na most ezt egy vallásos elme nem tudja megérteni. Az lett a helyzet, hogy a hölgyet belekényszerítették egy bűnvallásba, belekényszerítették egy megbocsátásba, és belekényszerítették, mert a férje vezető volt, pásztor volt egy nagy gyülekezetben, belekényszerítették, hogy ezt nem derülhet ki a gyülekezet előtt ez a ciki, a hölgy megtette a bűnvallását, stb. Két hét múlva meghalt. Meghalt, mert ugyanúgy folytatta tovább ezt az életmódot. Tehát ezért nem kényszerítettek be, de ő őszinte volt, csak nem tudtuk mi azt felfogni, hogy mi az, hogy ő ezt szereti. Ő ezt nem szeretheti, mi jobban tudjuk, hogy ezt ő nem szeretheti. De értsetek meg, lehet egy embernek olyan életérzése, amikor abban az adott pillanatban, hogy ezt úgy gondolja. Azt meg se kérdeztük különben, hogy esetleg közben a férje mellett hogy jutott el azért a hölgy abba a stádiumba. Mert azért bocsánat, de hogyha az ott van a toppon, stb. Azért az nem, és ráadásul itt nem öreg házasokról beszéltünk, hanem 35 év körüli emberekről beszélünk. Tehát nem ilyen 1000 éves házasságról beszélünk. Na tehát ezért bocsánat csak a kérdésedre,
Igen, az esetek nagy százalékában nekem is az a tapasztalatom, hogy az egyik menekül meg. És elindul fölfelé az élete. Viszont rajta keresztül még lehet, hogy akkor a mai a második házas, még lehet, hogy élet lesz, de ha együtt maradnak, akkor nincs élet. Akkor nincs élet. Tehát ez ugyanúgy, mikor ugye a zsidók a haláltáborokban próbáltak a gyermekeiket megmenteni, mert ha a gyermeket megmentette, akkor annak még lesznek leszármazottja, és stb. Azért próbálták dugdosni ide-oda-amoda, és a csodával határos módon elég nagy számú gyerek sereg megmenekült. Csodával határos módon. Bocsánat. Azt akarom csak mondani, hogy most, ahogy jöttem haza az észről, Veszprémbe felszállt egy fiatalember, és pont a mellettem lévő sorba őt, és a sofőrrel jó ismerősök voltak, és hát ugye beszélgettek, mert én még mindent hallottam, mert olyan hangosan beszéltek, és a házasságokról volt szó, és hát hogy vannak, mint vannak, és hogy hát az egyik kocsizott, a másik szekerezett, és mindegyik tudta a másikról, és... és szóval külön mentek, elengedték egymást, és utána felépítették egymást. De úgy, hogy olyan boldog házasságban élnek, hogy szóval nagyon jó, megbocsántottak egymásnak, és egyik sem akar hallani arról, hogy a külső kapcsolatba menjen, illetve a külső kapcsolattal összekötötték volna az életüket. És olyan akkor a férfi mondta, hogy van a sógora, vagy ki, aki szintén ilyen cipőben járt, és megcsalt az asszony őt, de az férfi annyira szereti a feleségét, hogy nem akarja elengedni. Az asszony meg minél jobban rimánkodik a férfi, és térden állva könyörög neki, és a nő hajthatatlan, sőt megveti a férjét ezért a cselekedetért. Tehát nem érzi egy férfias valaminek, hogy vele provokálni is fogja. Nagyon érdekes hát dolgok ezek. Ebbe el lehet jutni odáig, hogy a férj nem akarja elengedni a feleségét, és a férj alszik az egyik szobába, a feleség meg pasít vissza a másik szobába. Tehát el lehet ebbe jutni nagyon végletekig. Tehát azért mondom, hogy én mindenképpen a válást. És ez nem egy új keletű dolog, csak erről, főleg az elmúlt 20-30 évben, az elején, ugye az ébredés elején nem is volt ez annyira aktuális. De azért szeretném elmondani, hogy ez már a 90-es évek közepe volt aktuális különben. Azóta már óriási, már 20 év eltelt, amióta ezt eltakarjuk és lefedjük és elnémítjuk. És ezért van rengeteg megrekkent házasság. Ezt még mindig mondom, értsétek meg, hogy egy gyülekezet nem attól lesz jó, hogy most milyen mekkora, meg milyen házban, hanem a gyülekezet attól lesz jó, hogy az emberek egyénenként hogy élik meg a jövőt. Ez ettől lesz jó. A gyülekezet nem egy élő lény, hanem a gyülekezet egy tagságból álló szervezet. Visszatérve amikor már az időszak van, a csalódás időszaka, ott az ige azt egyetlen egy dologra vezeti vissza, a Jeremiás 17.9-ben, hogy igét is olvassak, csak el akartam, tehát Jeremiás 17.9-10. Azt mondja a Jeremiás, családdab a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Itt Jeremiás nem kevesebbet állít, mint azt, hogy általában a válság időszak az nem azért van, mert elfáradtunk. Jeremiás 17.9-10. 17, igen. Nem azért van, mert elfáradtunk, mert megöregettünk, stb., hanem ebben a meghasonlott korszakban előjön az emberben, minden emberben előjön ez különben, akár mekkora hívő, hogy azt mondja, Jeremiás nem kevesebbet állít, mint hogy a szív családabb mindennél. Mindennél, sőt egy másik fordításban úgy fordítja, hogy családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni azt. Tehát így beszél a szívről. De a szívnek van egy ilyen alapállapot. És amikor egy kapcsolatban, egy közösségben benne vagyunk, és a család egy ilyen közösség, akkor egy idő után ez a szív elfárad, és elkezdi ezt a család oldalát mutatni. A családság szó az azt jelenti, hogy ragaszkodik a kedvező látszathoz, a szív ragaszkodik, hogy szép a látszat megmaradjon, de már rég más van mögötte. Testvérek, az ilyen helyzetekben, amikor család a szív, az energiának a nagy része az nem a gyümölcstermésre megy el, hanem a látszat fenntartására. Ezért mondja a Biblia, hogy a látszatot
hát most én mondom, de ugye a hegyekről fogják kiabálni a titkokat, stb. Tehát nem érdemes a látszatot fenntartani, mert a látszat az ellopja az összes energiát, ami a gyümölcs termésre menne. És ugye még egy tulajdonsága van a családszívnek, tehát ragaszkodik a látszathoz, és még egy, nem kér segítséget. Ez is egy nagyon feszélyes dolog. Nem kér segítséget. Nem hajlandó segítséget kérni a családszív büszkeségből, pozícióból, stb. Testvérek, ezzel voltak megverve a keresztények. Nem mertek segítséget kérni, nem mertek elmondani, hogy válságban van a házasságunk, mert ő nem volt a gyülekezetben. Dehogy nem volt. Csak mindenki tartotta a látszatot. Lehet látni, amikor egy dominó beindult egy közösségbe, és kiderült egy házasság, hogy rossz, borult meg az össze. Ott, egy éven belül borultak, de úgy, mint a dominó, úgy döltek össze a házasságok. Tessék, ez nem a izébe történt, a régibe, ez mindegyik gyülekezetben megtörtént. Borultak a házasságok, sorba derültek ki, miért? Mert felbátorodtak az egyik, és akkor azt mondja, hogy de mi se takarhassuk már tovább, hogy nagy a kaka. Hát legborítsunk mi is, akkor borítottak. De az első lépést nem tették meg, mert olyan család volt a szív. A másik, amit mond el a Biblia a szívről, és ugye a válsághelyzetben itt kell figyelni erre, hogy a keresztény házasságok azért tudnak ebből kijönni, mert általában egy idő után az a keresztény házasságokban is nem attól történik, hogy most meguntuk a szexet, meg már nem ez. A szív elkezd egy kicsit így gondolkodni. Ez minden ember, vagy a férfi, vagy a női, vagy mindkettője. A másik tulajdonsága még, ami ebben a válsághelyzetben van, az 1 Mózes 6.5, az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Nem kevesebbet állít Mózes. Tehát az a helyzet, hogy amikor ilyen helyzetbe bekerülünk, ugye azt jelenti, hogy az ember szívéből jönnek elő, ezt már a Márk mondja, Márk 7.21-22, belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Márk 7.21-22-en egy másik fordítást olvastam, jó? De ez a lényege. Tehát a válság helyzetben ugye két dolog történik, a család szív megerősödik, és megerősödik a gonosz. Hát testvérek, házasságok, és ami nekem egy nagy példa erre az igére, hogy olyan emberek, akik valaha átélték a romantikus időszakot, a szerelmet, stb. Olyan szintű gyűlöletre tudnak egymás felé jutni, hogy egyszerűen nem kapok szikrát. Nem értem. Nem tudom elemezni. Tehát nem tudom felfogni, hogy lehet, hogy olyan szinten ölik egymást, hogy hát ez ugye ez egy, nem csak filmekben van ma már, hogy akár az egyik fél még megöleti a másikat. Ma már, ez régen még csak ugye a Petra cselébe láttuk ezt, meg a derékbe, de ez ma már húsvér valóság. Ez húsvér valóság. És van még egy nagyon fontos tulajdonsága a szívnek. Ugye amikor megkérdezik Jézustól, ezt említettem nektek, hogy miért adott vállólevelet, és itt ez nagyon fontos a válságos időszakban. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket. A kemény szívnek nem akarom sok tulajdonságát kiemelni, de egyetlen egy tulajdonságát, ami a legfontosabb tulajdonság, azt kiemelném, nem igényli az isteni megoldást. Ez a legtragikusabb tulajdonsága a kemény szívnek. Nincs igénye az isteni megoldásra. Tehát ezért egy kemény szívű embernek nincs igénye, hogy imádkozzanak érte, nincs, semmire nincs, nem igényli a kemény szív az isteni megoldást, nem, hogy nem igényli, nem is kalkulál vele, ezért a kemény szív nem tud, az energiát, azért mondtam, a kemény szív nem arra fordítja a megbocsátásra, hanem az energiát pontosan arra fordítja, hogy még jobban tönkreteszi azt, ami megvan. De ugye az sem, ugye a válasz a kérdésre, hogy miért történik az, hogy az egyikben megtörténik, a másikban nem. Ez a három dolog változik meg, aki ki tud ebből jönni. Nem feltétlenül, és határozottan merem ezt állítani, nem feltétlenül pár terápiára kell küldeni az embereket első körben. Tehát én nem azt szoktam csinálni, hogy na akkor sok felekezet azt csinálja, hogy tartanak ilyen házas hétvégéket, és akkor boldogok, stb. Tehát kiveszik őket a valóságból, berakják őket egy burokba, gyerekeket lepasztolják, stb. Kellenek ezek, de nem fog megoldást hozni. Ebben a szakaszban már nem hoz megoldást. Ebben a szakaszban meg kell nézni, és azzal kell többet foglalkozni, ez vagy a férj, vagy a feleség, vagy a legrosszabb esetben mindkettő, hogy melyiknek család, melyiknek gonosz, és melyiknek kemény a szíve.
Mert általában az a tapasztalat, hogy az, ha ilyen válsághelyzet van, általában az nagyon ritkán fordult el, hogy mind a kettőnek olyan. Általában az egyiké, az keményedik meg vagyok. És az egyiké se. És az egyiké se? Hát akkor a három közül valami biztos, hogy van, mert ezek a változások, ez a meghasonlás, ez a szívből indul ki. Tehát biztos, hogy akkor az még látszott, akkor az még takargatja. Nem mond igazat, nem meri bevállalni. De ez a három dolog, amit most kiemeltem nektek, ez a három dolog változtat meg az ember életébe mindent. Azt mondja Jézus ezzel, amikor megválaszolta ezt a kérdést, akkor itt azért ezt a kérdést ugye a válsághelyzetben, hogy miért lesz az egyik válással, és miért nem végződik válással. Jézus, lefordítom mai nyelvre ezt a kérdést, Jézus azt válaszolta, hogy a válásnak végső soron az oka a szívkeménysége. Tehát ezt mondta, ez volt a válasza. Mert azt mondja, hogy a Mózes az egy szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, vagy minden is lehet ez fordítva is. Tehát gyakorlatilag ebben a válság időszakban a válás oka, az a Biblia nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a szív keménysége. Nem a körülmények, hát ugye erre számtalan példa van, hogy a második világháborút úgy vészelték át, hogy az egyik itt, a másik ott, és a végén még leélték 50 évig az életüket. Tehát ezek nem a körülmények, ugye mai duma, hogy körülmények miatt nem vállalunk gyerekeket. Aztán régen 8-9 gyerek volt olyan szegény családokban, és ezek ma többségében tisztességes, becsületes családapák, férjek, nevelik a gyerekeiket, feleségek, stb. Tehát ezek a dumák nem állják meg a helyüket, mert az előttünk levő történelem már múltként igazolta ennek az ellenkezőjét. Tehát nem az, hogy nem látunk erre példát, de látunk, igazolta, hogy nem igaz. Ezek az állítások. Nem igaz. Nem volt igaz az állítás. Tehát túlmentek. Nehezen, küzdelmesen, felnevelték, túlmentek. És nekem az a tapasztalatom, hogy ami miatt nem véletlenül ugye a keresztények között is, nem véletlenül a keresztények között volt az, hogy több gyereket vállalnak. Azért, mert az a tapasztalat, hogy ahol lesz sikeres, nagyobb eséllyel nevelsz föl több gyereket az Úrban. Pedig ellene mond a számtan, meg a mértan, meg a matematika, hogy marad rá idő, csak mégis ez az igazság. Azok az öregek, akik 80-10 voltak testvérek, a haláluk tartották a kapcsolatot. Ma ketten vannak testvérek, azt mondjuk, hogy már az egyetem után nem beszélnek egymással. Nem találkoznak, nem ismerik egymást. Unokatestvérekről meg már ne is beszéljünk. Tehát ez már ez a fajta fogalom, hogy ő az unokat, azt sem tudom ki az unokatestvére. Már én nem tudom, az egyeknek már mit fognak tudni. Tehát ezekről már ne is beszéljünk, hogy ezek kik hogyan vannak. Úgyhogy a Biblia nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a szív keménysége okozza a válást. Ezért testvérek, meg lehet nézni a hithősöknél, ugye a Sámsonról beszéltem most hétvégén, a hithősöknél meg lehet azt figyelni, hogy akkor tudtak kijönni, mert a hithősök is voltak nagyon mély erkölcsi fertőbek. Csak Dávidot, ha említsem, de említhetném a többit, Jákobot is említhetném. Jákob a gyerekeink keresztül, meg ő saját magán keresztül is nagyon komoly erkölcsi fertőbe volt, nagyon sokszor. Gyerekek, amiket csináltak, hát ott a Júda, akiből ugye a Júda után kaptuk azt a nevet, hogy zsidó, tehát a mai zsidók, azok nem a 12 törzs leszármazottjai, hanem a mai zsidók, azok a Júda törzsének a leszármazottjai. Ugye az asszír fogságnál az északi királyság a 10 törzs eltűnik, úgyhogy nem is jön vissza. Ezért a szamaritánusokat utálták, mert a szamaritánusok egyedül, akik megmaradtak, de az egy elegy-belegy volt, tehát már nem lehet kinyomozni. Két törzs jön vissza, ugye a Benyámin és a Júda, és ezért a zsidó az a Júda, az a Júda törzse. Tehát a mai élő zsidók azok a Júda törzse. És a Benyámin? Hát, ezek úgy nagyjából egybe olvadtak. Ugye a Benyámin törzse, a Júda az egy nagyobb térség, a Benyámin törzse az nagyon érdekes volt, mert ugye az a Jeruzsálem is közvetlen térségét, mint törzs, azt kapta. De ugye Jeruzsálemnek olyan változatos volt az élete az elmúlt 3000 év alatt, hogy szerintem ott ember nem maradt meg. Hát azt hányszor kipucolták, fölgyújtották, eltűnt, stb. Tehát a zsidó név az a Júda törzséből. De aztán a Júdát egy kicsit visszalapozunk az Ószövetségbe, és megnézzük a Júda gyereket. Nem fiatal korába, nem kamasz korába, felnőtt, élemedett, öreg korába, idős korába, hogy mit csinált. Gyakorlat volt. Azt mikor most nem kaptam szikrát. Azt mondja, bement a városba, ez egy gyakorlat volt, hogy bementek prostituálthoz.
Ez egy teljes gyakorlat volt. Ez nem egy olyan hétköznapi esemény, hogy fú, ilyet még nem látott a világ. Tehát ilyen, ez egy erkölcsi fertő volt. Hát a többnevűséget megengedte nekik az Ószövetségbe. Tehát azért maradjunk abban, hogy a bordélyházakat nem engedte meg nekik. Hát az, olyat nem olvastam soha, hogy ezt megengedte nekik. A többnevűséget megengedte nekik. Meg a királyoknál az ágyas. De meggyőződésem, hogy azt is még nem igazán értjük, hogy mi volt ott. Mert a Salamonnál meg látjuk, hogy ez azért eléggé visszájára fordult ez az egész, nagyon is visszájára fordult ez az egész történet, és Dávid ebből valamit megértett, mert ugye amikor az Abisságbeli szűzlányt oda akarják fektetni mellé, oda is fekszik mellé, ott már senki nem úgy kapja fel a fejét, hogy hát most csak képzeljétek el, hogy haldoklik a férje, te még feleségként életerős asszony vagy. És a férjed nem azt mondja neked, hogy figyelj, imádkozz értem, vagy hívd segítségül a gyülekezet fényét, hanem azt mondja, hogy hozz egy szűzlányt. És azt fektetjen belőle. És az melegítse meg engem. Melyik ujjon vissza szpontra. Hát ez nem, hogy kinyomnák, aztán jó, hogy meghalsz, de haladék, hajjá is meg, stb. Hát itt lennék. Tehát azért mondom, mi ezt még nem értjük, hogy ez mit jelent. Tehát ez még, nekem még ez abban a fiókban van, amelyikben biztos, hogy van kijelentés, de még nem tudom, hogy micsoda. De én azt így megidealizáltam magamban, hogy azért szűzlány, hogy az egy ilyen érintetlen, hogy vigasztalja. Én nem úgy gondoltam, hogy úgy vigasztalja, hogy egy... hanem... Hát tessünk fel, hogy nem is biztos, hogy Dávid kérdezik. Valamelyik családtól. Na, szavazzunk, ki kérte, ki nem kérte. Én nem tudom, ki kérte, ki nem kérte. Egy biztos, hogy a szűzlány befeküdt a Dáviddal. Én úgy gondolom, hogy akkor más volt az erkölcsi. Vagy még egyszer mondom, hogy nem tudjuk, nem éltünk abba a korba, és nem tudjuk abba a korba, hogy mik voltak a vagy mit akart ebből az Isten kihozni. Hát, hogy a tíz nagyjel van, akkor tök mindegy, hogy kifeszik, mikor a jövőjel. Most, hogyha egy nőség van, akkor egész máson azért a szemlélet. Igen. Nem is úgy érzem, hogy miért, hogyha tízzel, akkor lehet 11 is. Igen, de ugye itt azért Becsabéről gondoskodunk, és azért Becsabé azért ő, ha Becsabé fejével gondolkodok, akkor Becsabé úgy gondolt, hogy ő a felesége. Tehát ő szülte az utódot, stb. Ő azért nem úgy gondolkodott ebben, hogy hadd szóljon. Neki volt esze, az utódot. Az biztos, hogy volt, mert ugye rádumálta az utolsó pillanatban Dávidot, hogy hirdesse ki, hogy Salamon lesz a király, mert ha nem dumálja rá, akkor nagy bajban van, így is nagy bajban voltak, de akkor még nagyobb bajban lettek. Na mindegy, elkanyarodtunk, de nem is az a lényeg, csak az a lényeg ugye, hogy a kemény szív, onnan jegyezd meg majd, jó? Csak nagyon elkanyarodtunk. A kemény szív az onnan ered ugye, hogy ezért mondja azt, hogy a válásnak a válásnak a közvetlen előzménye a kemény szívűség. Nem a rossz életmód, nem a megoldhatatlan problémák, nem a megoldhatatlan anyagi gondok és helyzetek, ezek nem igazak, hanem az, hogy vagy mindkettőben, vagy az egyikben megkeményedik a szív. Nem témánk az, hogy egy szív mitől tud megkeményedni. De egyet biztosan merek állítani, hogy a megkeményedésének az oka, hogy az Úrral való kapcsolatát nagyon bátran és nagyon merészen hanyagolja. Ezt azért, hogy mindenféle zokszó vagy gondolkodás nélkül kimerem jelenteni. Ezért Ádám és Évánál, most csak eszembe jutott egy példát, hadd említsek ebbe. Ádám és Évánál megteremti Ádámot. Rövid időn belül nem tudjuk az időszakot, mennyi megteremti Évát. Miért teremti meg Évát? Azért, mert Ádámnak hiányérzete volt. Eddig minden kóser. Ezek benne élnek egy Édenben, ahol gyakorlatilag teljesejátást kapnak, és gyakorlatilag királyok és királynő. Tehát teljes ura, maga a feladatuk nem más, mint uralkodni és őrizni. Ennyi. Művelni, uralkodni, őrizni. És nézzétek meg, hogy a házasságuk, amikor eljutnak odáig, hogy nem én voltam, hanem az asszony, nem én voltam, hanem a kígyó, az ott romlott meg, hogy nem beszél erről a Biblia, de lehet látni, mikor ugye bűnbe estek, elbújtak, stb. Nekem meggyőződésem, hogy kettejük közül vagy az egyik, vagy mindkettő elkezdte hanyagolni az Úrral való kapcsolatát. Ezért ugye, amikor megtörténik a bűnbeesés, akkor az első, hogy lehull a lepel, és az, ami már lehet, hogy benne volt a szívükben, az ott világossá válik, és azt mondja az is, hogy hol vagytok? És elbújtok. Mert ott már nem tudták fenntartani a látszatot. Mert ott történt egy konkrét bűnbeesés. Az Isten nem azt mondja, hogy mit csináltatok először, hanem azt kérdezi, hogy hol vagytok.
Tehát ha az a két ember ott, én nekem ez egy fixa ideám, ha az a két ember ott áll és azt mondja, hogy itt vagyunk, és akkora hülyeséget csináltunk, mint ide nagy káta, és én is hibás vagyok, mondja az asszony, és én is hibás vagyok, mondja az ember, akkor lehet, hogy az Isten azt mondja, hogy na akkor vagy kivágjuk a fát, vagy levágjuk a kígyót. De az Isten akkor is irgalmas volt, félre ne értsetek. Akkor is irgalmas volt. Az Isten irgalmas volt akkor is. Az Isten nem ez volt. Ahogy Júdásnál is, nézzétek meg, Júdás az utolsó pillanatig a 12 apostol közé van sorolva. Jézus több lehetőséget ad neki. Már jelzi Jézus a betániai olaj megkenésnél, hogy Júdással baj van, de lopja a pénzt. Ezt jelzi, a Biblia is jelzi. Utána nyilvánvalóan az utolsó vacsorán jelzi, hogy aki most velem nyúl a tálba, az árul el engem, senki nem áll föl. Senki nem áll föl. A Péter valamit, ha meg sem hallották volna. Nem értették, hogy miről beszél. Ezt azért nem értették, mert ha megértették volna, akkor Péter ott megfojtja. Ott megfojtja. Ott belefojtja a tálba. Ott. Ezért ez egy kegyelem volt. Miért? Mert az Úr még mindig hagyott neki. Még mindig hagyott neki lehetőséget. Csak van a legutolsó, ami nekem nagyon tetszik, hogy Júdás, csókkal áruzza engem. Ez már a legvégés. És ott, amikor rájön Júdás, ott megy el, hogy visszaviszi a 30 ezüstöt, majd nézzétek meg a történetet, visszadobja, utána ismeritek, vagy ha nem, olvassátok végig, érdemes elolvasni, és ott volt az, hogy gyakorlatilag rájött el, hogy eljátszott a Game Over van, eljátszottam a... Ott tudta az, hogy na, itt megtérhettem volna, itt megtérhettem volna, itt megtérhettem volna, de most már nem tudok. Felakasztja magát. Tehát ez egy nagyon megrázó dolog, amit Péter nem így csinált. Amit nem így csinált, mert Péter amikor megtagadta, akkor utána meggyőződött, és igen, megtagadta. Uram, nagyon sajnálom, szeretlek téged, megtagadtalak, de szeretlek, de nem bántam, sajnálom, szeretlek. Ezért egész más fordulat, ugye most egy pár istentisztelettel ezelőtt összevetettem a Pétert meg a Júdást. Hát egészen más lett. Ugyanabból a pozícióból indulunk. Nincs személyválogatás, hogy az egyik egy izé volt, a másik meg egy izé volt. Ugyanaz, apostol, 12, tök, ugye egyenlő esélyek. Csak más volt a fordulat. És a keménység. És itt van a keresztény házasságoknak a válsághelyzetben. Végig fognak menni, vannak válsághelyzetek, voltak, lesznek, stb. De a kemény szívűség. Ha az egyik nem engedi el a kemény szívűséget, akkor a válsághelyzetből nehéz kijönni. Parancsolják. Azon gondolkodtam, miközben te tovább folytatod ezt a leszkérdést. Hogy amikor Júdás ott csókkal végképp elárulta Jézus, még mindig a kegyelem korszaka lett volna, megtérhetett volna. De még nem volt a kegyelem korszaka. Vagy miért? Mert akkor megtérhetett volna. De, az már volt, mert azt mondja... Akkor miért nem tért meg? Azért, mert kemény volt a szíve. Mert kemény volt a szíve. Mert az isteni megoldás. Ugye mit mondtam nektek, hogy mit jelent a kemény szívűség? A kemény szívűség azt jelenti... A kemény szívűség azt jelenti... Azért, mert a kemény szívűség, ezt mondtam nektek, hogy ha egy tulajdonságát lehetne csak kiemelnem a kemény szívűségnek. A kemény szívűségnek az az, hogy nem igényli az isteni megoldást. Ez a kemény szívűségnek. Nem az a kemény szívűségnek a izé, hogy mogorva, meg csak. Nem igényli az isteni megoldást. Ez a kemény szívűség. Ez. És ő nem igényelte ezt. Hát volt neki felajánló többször. Nem igényelte. Azt hitte, és milyen megoldást csinált, visszamegy, és azt mondja, hogy vissza. Azt hitte, hogy visszaadom a... Milyen megoldásba gondolkodott? Emberiben. Azt, ő azt gondolta, mert ott már ő megbánta, azt gondolta, hogy visszaadom a pénzt, akkor letudtam az ügyet. De ott a papok azt hogy nem is vették tőle vissza. Így bedobta, nem is vették tőle. Azt mondta, hogy mi ezt hozzá nem nyúlunk. Persze. Persze, hát azok korrektebbek voltak. Azt mondják, figyelj, öcsém, hát ez később. Júdás azt hitte, ezért mondom, hogy ez ebben egy mondatban ezt jelenti, hogy nem igényli az isteni megoldást. Ma is ugyanez van, hogy minden megoldást próbál, nem igényli az isteni megoldást, sőt nem is keresi az isteni megoldást. És azt hitte neki, kereste, de nem találtam meg más helyét. Mert nem jól kereste, nem jó helyen kereste. Az is ott van az eredeti fordításban. Kereste, de nem jó helyen kereste. Tehát magyarán, hogy ő kereste valóban, ő azt mondta, hogy visszaadom a pénzt, lenulláztuk az egészet. Ez egy emberi. Hát most figyeljetek, ha én most ellopom a te pénzedet, és engem elkapnak, és én visszaadom a pénzedet, attól még az eljárás megy tovább. Ez egy teljesen normális, dolog. Megy tovább az eljárás. Én ma vesztem össze, vagy tegnap vesztem össze az egyik kollégámmal, mert ő mit tudom én, hogy dolgozza ki a 8 óráját, stb. És mondtam neki, hogy meg elrontott valamit, és mondta, hogy nagyon sajnálom, hogy elrontottam. Mondom, ez rendben, hogy nagyon sajnálom, és nincs is ez a gond.
Csak ehhez még hozzáteszük azt, hogy kifizeted azt az 50 ezer forintot, ami kárt okoztál. Mert az, hogy nagyon sajnálod, az a rendeztük az ügyet. Nem haragszunk egymásra, de a kárt, azt nem rendeztük. A kárt azt te fogod rendezni. Testvérek, valaki megöl valakit, megbánja a bűnét, az Isten megbocsátja neki. A büntetését meg szépen le kell tűnni. És ez a Júdás meg nem az Isten, az isteni megoldás mi lett volna? Az irgalom. Amúgy különben bejött, mert a názáreti zsinagógában való bejelentéssel Jézus azt mondja, hogy elmondja az Izsaiás könyvét, és azt mondja, hogy a mai napon teljesedett be ez a fűzletek alatt. Tehát a názáreti zsinagóga és bejelentés az gyakorlatilag a kegyelem korszakának a nyitánya volt, amikor bejelentett, hogy ma ez beteljesedett a fületek halatára. Azért jöttem, hogy a szegényeknek, stb. Hát az Isten már elengedte volna akkor meg. Simán elengedte volna. Ott is elengedte volna neki, amikor azt mondja neki, az utolsó pillanatban elengedte volna neki. Egészen másképp alakul. Az más, hogy rossz dolog Istennek lenni, és látja előre, hogy nem ez fog történni. De ez az ő baja. Hála Istennek, hogy mi nem ilyenek vagyunk. Mi ebbe beleőrülnénk, ha ezt így látnánk. Ezért ő az Isten, mert ő ezt tudja kezelni. Ez a minden tudás, amit még fel sem tudunk fogni agyilag. Testvérek, befejezem, és akkor még lehetnek kérdések. Két igén van még vissza, hadd mondjam ezt el, jó? És akkor vége. Jó? Az egyik ugye azt mondja, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, de a nem véletlenül az Ezékiel 36:26 a következőt mondja, és ez a gyógyulásnak az alapelve. Új szívet adok nektek, új szellemet adok belétek, eltávolítom testetekből a kő, vagy más fordításban kemény szívet, és hús szívet adok nektek. Tehát a válság helyzetben mi a megoldás? A válás azért történik, mert az egyik nem hajlandó befogadni a hús szívet. Ennyi az egész. Tehát nem a válság helyzetben nem vétek belemenni. Én a családi terápiákat ilyen helyzetben azért utálom, mert érzelmi megoldást hoznak, de valóságos megoldást nem hoznak. A hangsúly itt azon van, hogy ki kell spécizet, hogy kinek keményedett meg a szíve, abba bele kell karoljál, és azt kell kilőd magadnak. Mert egyszerűen a családi terápiában, nem, hát figyeljetek, elmenjünk egy 5 csillagos wellness hotelbe, családterápiára, persze, hogy jó fogjuk magunkat érezni. Reggelit kapunk, ebédet kapunk, vacsorát kapunk, masszírozzák a hátunkat, néha valaki dumál egy órát a Bibliáról, halk zene szól, este közös masszír, stb. Hát ott minden van, amit akarsz. Hát de ez nem megoldás. Megoldás, ettől még kijön ebből a zárt közegből, és ugyanúgy kemény marad a szíve. Mert az nincs megírva a Bibliából, hogy egy 4 napos terápia a wellness hotelben meglágyítja a szívet. Nem, azt mondja ráadásul a szív keménységét, ebben még az is, hogy azért is fontos ez, mert erre nincs emberi megoldás. Az ember nem tudja a saját szívét meglágyítani, ezt egyedül csak Isten tudja. Ezt kérni kell. De mivel nem igényli az isteni megoldást, ezért másba akar. Ebben a helyzetben én azt látok olyan házasságokat is, hogy ebben a helyzetben az egyik fél tényleg lemegy békába. Tehát mindent megtesz. Tehát, amit akarsz, körbecsókolja, minden, gyakorlatilag hülyét csinál magából. És lehet látni, hogy nem az történik, hogy ez meglágyítja a másik szívét, hanem még keményebb lesz. És még jobban kér. Tehát pontosan ezért nem ez a megoldás rá, hanem a megoldás az, ha pedig nem lehet, és a szív nem keményedik meg, vagy nem púl meg, nem lesz új szív, testvérek, akármilyen terápián részt vehet, akármilyen szolga lehet, annak csőd a vége. Az egy más kérdés, hogy kimondjuk a válást, tehát deklaráljuk, és megtörténik, vagy az történik, hogy hazudunk, és gyakorlatilag elváltunk csak. Figyeljetek, az, amikor úgy élnek egymással, most nem csak a szexről van szó, de amikor megszűnik a házasságban egyrészt a szex is, meg az alapvető emberi kapcsolat, akkor azt már csak csufoljuk házasságnak. Az nem házasság. Nem attól házasság, hogy egy fedél alatt élünk, meg amikor a többiek látják, akkor egymás mellett vagyunk. Ez nem házasság. Ez az Isten a szíveket vizsgálja. Azt mondja, hogy most mindegy, hogy mi mit bóckodunk az emberek előtt, ez nem házasság, és kész. Tehát egy házasságban nem akkor ment tönkre, amikor én mondjuk azt mondom, hogy váljatok el, az már rég tönkre ment, ott én már csak megoldást próbálok hozni. És erre mondta Jézus, azt mondja, hogy figyeljetek, igen, elváltatok, azért, mert nem próbáltátok meg. Nem próbáltatok meg, hogy engedjétek, adjátok át az Úrnak a szíveteket. Nézzétek meg, egy kapcsolat helyrehozása, akármilyen válságban van a házasság, a kapcsolat helyrehozása az akkor történik meg, amikor átadja az ember a szívét az Úrnak újra. Ekkor, úgy 10-15 év után úgy regenerálódnak az emberek, hogy visszaadják a szívüket az Úrnak. És az változtat. Nem egyik napról a másikra, de elindul egy fölfelé jövő folyama. Valamikor apró pici, valamikor nehéz kivárni a végét, de elindul. Hát ott volt Ábrahám és Sára házassága, Izsák megszületése előtt válságban volt. Erről én szentül meg vagyok győződve. Volt egy halogatott ígéret, ami nem teljesedett be. Sára már rég megbánta, hogy Ábrahám ide meg oda beugrott.
mert ezt megbánta. Hát ő bíztatta rá, mert megoldást keresett. Megint mi történt, megkeményedett a szíve, milyen megoldást keresett rá? Emberi. Igényelte az Istenit? Nem. Miért? Mert az Isten mi volt? Lesz magod. De mit nem tudod kívánni sem? Mikor? Majd. És ezért volt az, hogy milyen kemény volt a szív, amikor megjelenik az angyal, nem is egy, több, és azt mondja neki, hogy figyelj, egy év, egy esztendőre ilyenkor fiat fogsz szülni, akkor már csak röhög az egészen. És azt mondja, hogy jó van. És akkor mikor azt kérdezik tőle, hogy miért röhögsz, azt mondja, nem röhögtem. De röhögtél. De hallottam, hogy röhögtél. Az angyalnak, aki nem azt hallja, hogy röhög, akkor tudta, hogy röhögni fog, mikor el se indult a mennyből. Már akkor tudta. És annak azt mondja, hogy nem, hát ilyenek vagyunk, amikor kemény a szív, mondja az Isten, hogy hazudsz. Te meg azt mondja, hogy nem igaz. Ilyen a kemény szív. Fel se fogja a lény. Egy hazudozó embernek kemény a szíve. Nagyon kemény a szíve. Jó, tehát új szívet adok neked. A gonosz, kemény család szívvel nem lehet. Nem lehet egy bibliai családot üzemeltetni. Testvérek! Akkor jobb ebből kivétel volt? Jobb? Nem tudom. Nem könnyű kérdés. Hát nem könnyű, biztos, hogy jó egy kis válság volt a házasság. Hát, ezzel az egy mondatával azt, hogy elkapáltam magát. Hogy lehet van a válságban. Hát, és megmondom őszintén, hogy még nehéz nekem női szemmel nézni valamit, mert férfi vagyok, de picit, ha beleélem magamat, teljesen igaza volt. Persze, teljesen igaza volt. Hát a jó istenezése, az látszólag tönkretett mindent. Hát ezért ugye múlt héten úgy fejeztem be, hogy a bibliai családmodell az gyakorlatilag a mai világban a széllel szembeutazás. Bocsánat, én ilyen fordulatokat használok, mert szóval az a széllel szembe. A bibliai, mai bibliai családmodell mész, tehát az nem megveredik a vállalat, hogy milyen ügyes vagy, az mész az árral szembe, de kőkeményen mész az árral szembe. Kőkeményen. Tehát az nem véletlenül ez egy olyan álhatatos, hűséges szív kell, hogy ezt a bevállalt ország, világ előtt. Ez nem egy egyszerű történet. Ma bibliai családmodellben élni, beszélni arról, hogy a gyerekeimet szeretném szüzen férhez adni, nem csalom meg a feleségemet, nem értik, tehát figyeljetek, nem rossz indulatú emberekről beszélek én, meg gonoszokról, nem értik, hogy miről beszélsz. Nem értik, nem tudják. Amikor már ott tartunk, hogy gyakorlatilag olyan aranyosak két férfi együtt, olyan szépen, kellemes pár. Milyen aranyosak. Hát testvérek, én nekem nincs semmi bajom vele, de az alföldi Robit fél ország kedveli. Fél ország kedveli. És itt lehet, hogy egy normális ember is. Nekem nincs. De egyszerűen olyan kemény a szíve, hogy nem, tehát azért ez nem így működik. És lassan ez már egy ideális dolog, hogy ő ez tök jó, milyen aranyosak együtt. Főleg, ha két nő van együtt, azt mondja, még a férfiak is támogatják. Mert beindul a fantázia, ez milyen szép. Még a két férfi kiráz bennünket a jének, de a két nő már belefér. Már most bocsánat, a férfi gondolkodásról beszélek. Nem fér bele, de a férfi gondolkodásban ez belefér. Egy homoszexuális két férfit sokkal jobban elutasítanak, mint egy leszbikus női párt. Amúgy a kettő között az ég adta világon semmi különbség nincsen. Mind a kettő saját nemére ráfanyarodott és rágerje. Nincs, az illatővelme semmilyen különbség nincsen. Tehát ezt a 20 szívet a Biblia adja, vagy az ige adja, és ezért nagyon fontos, hogy a megváltozás a keresztényeknél, ez az egy, minden megtörténik, minden szakaszon átmennek, így dől el, hogy le van-e 20 szív, vagy nincs 20 szív. Tehát ezeket a válsághelyzeteket csak úgy lehet. Én azért próbálom ezeket terelgetni, ha más nem az egyiket, a másikat, hogy a szíve, hogy hát, ha valahol megérint az Isten, valahogy viszem magammal az egyiket. Mert olyan őt én nem tudom magammal vinni. Arra ráhúszítom a feleségemet. Tehát, hogy izé? Valamikor távol tartom egymást őket. Már látom, hogy kinél van a 20 szív, és akkor abba kell az energiát fektetni. Akinek kemény a szíve, nem tudsz, nem érdekli a te megoldásod. De megverhetni se verheted meg. Ez egy ilyen szakasz, jó? És egy... Igen. Igen, ezt ugye már elmondtam, hogyha megnézitek a Máté 5:3-10-et, ahol beszél a boldogságról, egyetlen egyszer állította, hogy boldogok a házasok, tehát hogy életük végéig, elejétől a végéig boldog lányok, amik meg nem halnak, ez egy mesei fordulat. A kérdés, mondom a keresztényeknek az, hogy ki tudnak jönni, akkor még egy nagyon tetszett az igeire, kiírtam magamnak, hogy a Jelenések 14:13, még a halottakról is azt mondja, hogy boldogok.
akik az Úrban hallnak meg, de a házasokról nem ejtik ki ezt. Próbáltam keresni, azért írtam ki egy pár égét, hogy kerestem, hogy hol írja a Biblia, hogy boldogok, akik házasok. Sehol. Sehol. De ez nem azt jelenti, hogy boldogtalanok, félrejegyetek. Csak nem sorolja abba a kategóriába, amit ő a Biblia boldogságnak tart. Miért? Pontosan ezért, mert átmegy ezeken a szakaszokon, és igazán volt nagyon nehéz eldönteni, hogy lesz ennek a vége. Azt mondja a Zsoltárok 32.1. Az is boldog ember, akinek a hűtlensége megbocsátatott. Vétke eltöröltetett. Lukás 11.28, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják, boldogok. Mondom, végignéztem, kigyűjtöttem ide 8-10 igét, de az, hogy boldogok a házasok, és akkor hívva a házasnak kell lenni. Szóval, és ahol a gyermekekről beszélni az asztal körülnek, hogy a szerűcsek, az hogy az áldott az a férfi. Áldott az a férfi. És az áldás az nem boldog? Nem, sajnos nem. Kerestem, végignéztem, ráment egy órán. Beütöttem, hogy boldog házas, ugye van ilyen keresőprogram, beütöttem a boldog házas, hogy akkor boldog jegyes, azt is próbáltam. Nem. Azt mondja, hogy megnyerte a jót, aki kapott az úrtól. Így van. Így van, de ugye a jót azzal nyerte meg, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt is néztem ma, a jót azzal nyerte meg, hogy van segítőtársa. Van egy olyan személy mellette, aki nem persze, aki nem érdekből tudott, tehát létrejött egy család, hogy tudnak részt venni családként az utazásban. Gyakorlatilag ezt jelenti, mert ugye ez egy utazás, amit mi csinálunk. És ugye ezzel szeretném befejezni, hogy Máté 11.28, ugye a megoldás a következő erre, jöjjetek én hozzám. Tehát ez a megoldás. Nincs más megoldás. Testvérek, sajnos el kellett eljön sok évnek, hogy beszéljünk arról nyíltan, hogy a házasság azért nem az ígéret földje, hanem inkább hasonlít, bocsánat, de a pusztai vándorláshoz. Egy picit, ha belegondoltok. Tehát inkább hasonlít ahhoz, mint az ígéret földjehez. És valahol a mi életünk is ahhoz hasonlít, mert azért, ahol mi élünk, ez nem az ígéret földje, mert az ígéret földje felé tartunk, még mi is csak a pusztai vándorlás korszakában vagyunk, mert még nem jutottunk be az ígéret földjére. De a jó hír az, hogy a bibliai családmodell, az pontosan arról szól, hogy abban a kritikus korszakban, amikor beleér a házasság a válság szakaszba, a csalódás szakaszokba, abban az időszakban, pontosan ezért mondja, hogy a hármas kötél nem szakad el. Ez a hármas kötél, majd oda fogok érni a fele másikába, ez a hármas kötél nincs meg. Sajnos nincs meg. És ez az a hármas kötél. És igen, van, amikor olyan, hogy úgy tűnik, mint elszakadna. Mert ugye mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy azért jó házasságban én, mert az egyik megfárad, a másik fölsegíti. Ha a másik megfárad, az egyik fölsegíti. De azt is írja, hogy ha mind a kettő megfárad egyszerre, mert ez is benne van a pakliba, hát együtt élnek, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy azt mondja, hogy a hármas, a harmadik kötél, az viszont soha nem fárad meg, az meg tudja tartani. Hát ezért ilyen kulcsfontosságú. Én őszintén beszélek elő, és majd a fiataloknál is majd összeszedjük őket, ha ez az alkalom jön, de fontosnak tartom elmondani ezt, hogy én nem vetem meg, hogyha valaki fele másikába megy bele. Egy bokon nem vetem meg, azért nem vetem meg, mert a fele másiga az egy házasság az Isten előtt. Nekem a fele másiga sokkal előnyösebb, mint a parázna a tisztátalan kapcsolat. Nekem ez a véleményem. És én adok össze fele másigásokat is, simán. Van, aki azért jön ide, hogy adjam össze. És ezt nem látom soha többet. De valamikor nem is tudtok. Mert érzi, de a fele másik az egy házasság. De ha megkérdezni, hogy támogatom-e, vagy rábeszél, ezt a mágába sincsen. De a döntését tudomásul kell vegyem. Tehát nem, testvérek, miért jobb az, hogy együtt élnek nem, Isten előtt nem rendezett és nem szintvallott kapcsolatban, mint hogy azt mondjuk, hogy nem, akkor fele másik, akkor legalább az egyik legalább rendezte, a másiknak tök mindegy, de az egyik legalább rendezte, és azt mondja, hogy én rendeztem, vele érek, vele hálok, vele kelek, vele, és rendeztem a dolgaimat, kész. Az, hogy jó-e neki, hát ezen már lehetne reggeltől estig és estétől reggelig vitatkozni, de ennek ellenére a Biblia is azt mondja, tehát int abban, hogy ne tedd ezt, de ma nagyon, ez különben a fiatalokban a nagyon nagy kérdés, mert nem a keresztények között találják meg a szerelmüket. Viszont mivel a keresztény családban nőnek fel, nem merik elmondani, mert a szülő mit mond rá, nem. És ez egy nagyon nagy kérdés, de mondjuk egy 23-24-25 éves gyereknek mit mondasz, hogy nem? Úgy is férhez megy, vagy megnősül. Tehát ugye ezt, ha ezt így ennyivel elintézni, hogy nem,
Én azt gondolom, hogy ha valaki beindul, és az lenne a feladat, hogy hazudozna, és tényleg egy tisztátalan kapcsolatban élni az életét, ez az én gondolkodásom, akkor én azt gondolom, hogy inkább legyen, mert a fele másiga, azt azért egy előnye van azért, legális. Ez azért egy fontos előnye, hogy legális. Parancsolj.